kezdjük feltölteni. Úgyhogy. Amit le. Megy jobbra balra, király. Jaj, csak megnéztem. Jó van. Na, sok szeretettel én is köszöntök mindenkit. Köszönöm Zsombornak a felharangozást. Ez a, igen, egész jól sikerült a fel után, majdnem más mondtam. Annak ellenére az előadás mennyi ideje készül, azért be kell vallanom, hogy az volt, hogy kavarok sok minden a fejembe, és ezt így próbáltam prezi diákba, vagyis PowerPoint diákba öntögetni, csak aztán közben volt egy ilyen családi keveredés, úgyhogy így, szerintem egy kicsit kavaros lett, de remélem, hogy azért valamennyire követhető lesz, mert mindenki talál benne magának valamit, ez kicsit ilyen mindent beleleves lett, remélem, hogy tetszeni fog nektek. És igen, ha felhasználtam az összes hacker sulis artworköt, amit erre a hacker sulira összekészült. Tehát ugyebár a címünk az Miumi újsága, vagy hacking mi is kommunikációs, mobil kommunikációs házatokat, én pedig a Domi vagyok, és én fogok előadni róla. Na mi az agenda, mert ugye nem mehet, hogy meetinget elkezdeni, nincs agenda rajta. Az elején arra gondoltam, hogy egy kicsit beszélgessünk a telkónak a történelméről, azért is, mert szerintem nagyon sokat segít annak a megértésében, hogy miért alakultak ki olyan problémák és olyan hiányosságok a telkóban, amikkel találkozunk, és miért van az, hogy mondjuk egy IT-ban dolgozó ember ezek láttál, mondjuk nagyon fogja a fejét, mert ezeknek általában historikus oka van, és ezt szerintem fontos ismerni, mielőtt teljes mértékben elítéljük a telkót, mint egy biztonságra egyáltalán fittyet hányó helyet. Azon kívül arra is szeretnék mondani, hogy én ezt, amikor beszélek a témában, akkor 99,5%-ban ezt angolul szoktam végezni, ugye most nyilván magyarul lesz az egész történet, és próbáltam minél több magyar szót, minél kevesebb rövidítést és ilyesmit alkalmazni, ennek ellenére lehet, hogy nem fog azonnal a nyelvemről legördülni a megfelelő szakifejezés, ebben az esetben elnézést kérek előre is. Szerintem érteni fogjátok az, hogy miről van szó. Utána fogunk kicsit beszélni, egy kicsit lelassítva, és a valóságba áttérve a történelemből, hogy néz ki alapvetően mobilhálózat, csak az alap elemei, és hogy melyiknek kapcsán milyen támadási problémák, vektorok merülnek föl, amik érdekesek lehetnek, és ebben egy kicsit ilyen interaktív irányba is elvinném, esetleg van ötletetek egy adott elemmel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne támadni, akkor beszélgessünk róla, mert szerintem ennek az is lényege, hogy együtt menjünk végig ezen a történeten, hogy ti is egy kicsit több telkotudással távozatok, én nekem is lehet, hogy új nézőpontok fognak a fülembe jutni. És akkor végén még van egy Q&A is természetesen, amire írtuk is a bearangozóba, hogyha van telkol kapcsolatos kérdés, ezért próbáltam megfelelő időt hagyni rá, hogy tudjuk jól kivesézni ezeket a kérdéseket, mert szerintem telkóvilággal kapcsolatban mindenkinek van egy élménye, de kevesen másztak olyan mélyen bele, mint ahogy én bele mászódtam így az elmúlt évek, most már több mint 10 év során. Szóval miért olyan, amilyen a telkó? Mielőtt elkezdenék belemászni tényleg a régebbi dolgokba, van egy ilyen állításom, hogy a telkó majdnem mindent érint, és most ilyen interaktív módon alakítjuk egy kicsit. Ki az, aki hallotta már azt a kifejezést, hogy X509, vagy X.509? És most azt adja fönn a kezét, aki tudja is, hogy miért X509-nek hívjuk azt, amit X509-nek hívunk. Ó, hát ez tökéletes pont, ebben reménykedtem. Hát az X509 az igazából a Nemzetközi Távközlési Uniónak az X sorozatú ajánlásaiból az 509-es számú ajánlás. Ezt tudom, most egy ilyen nagyon lelombozó ezt hallani, csak azt szerettem volna ezzel jelezni, hogy bár a távközlés és a telkó az mindig is egy külön úton járt, annak köszönhetően, hogy már az informatika előtt jóval létezett, és teljesen más problémákkal kellett szembesülni eredetileg. Ennek ellenére mai nap is napi szinten az X509 miatt gyakorlatilag mindenki folyamatosan használ egy telkó világból érkező ajánlást. Azt, hogy most ez jó vagy nem jó, illetve hogy mennyi problémát okoz ez az ajánlás, ez egy másik kérdés, de mégiscsak használjátok, hiszen a tanúsítványokat ugyebár általában ilyen formában szoktuk tárolni. Én ezt úgy képzelem, hogy 580-ban nem sikerült megcsinálni a szabványt, és 591-re azt mondták, hogy ez már. És most rögtön elindul bennem a telkó nörd, aki ki kell, hogy javítson, ugyanis az ITU nem szabványokat, hanem ajánlásokat készít, ami természetesen nem kötelező érvényűek senki számára, bárki nyugodtan. És ez, ami az egész telkó világra jellemző, mindenhol meg van hagyva egy kiskapu, hogyha valaki sajátot szeretne belőle futtatni vagy építeni, nyugodtan megteheti, igazából nincs ellene semmi probléma, de hát ugye senki sem szokta meg ki a fene az, aki ezzel akar még időt tölteni.
Szóval, hogyha az X509-re kapcsolatban emlékeztek, hogy esetleg mondjuk parszolás és stb. Problémák voltak, akkor az is eszetekbe juthat, hogy az ASN.1 parszolási problémákkal mennyi szoktak küzdeni a programozók. Hát, az ASN1 is telkó szabvány meglepő módon. Most ugye valószínűleg, nem tudom, hányan tudják ki az ASN1? Mi az az ASN1? Na, jó, hát akkor egy kicsit visszém megyünk, semmi probléma. Az ASN1 az Abstract Syntax Notation 1-es számúnak a rövidítése, ezzel még mindig nem mondtam semmit, de úgy képzeljétek el, hogy ez egy nagyon régen kitalált programnyelv függetlenül leíró nyelv, amivel adatstruktúrákat tudsz létrehozni. Tehát meg tudod mondani, anélkül, hogy bizonyos programnyelvet használ, hogy mondjuk szeretnél egy olyan adatstruktúrát, ami van egy szám, mondjuk egy integer, meg egy string, meg ilyenek, és ez így egy struktúra, egy osztály, mondjuk így a objektumorientált világban. Bár nem osztály, hanem inkább a C-hez van közelebb, tehát mondjuk enum vagy struct, igen, tehát hogy ez a világ. De a lényeg az, hogy ez egy absztrakt nyelven le van írva, gyakorlatilag legépelve, hogy mekkora szám lehet, stb., meg hogy, vagy hogyha binary, akkor octet, vagy ilyenek, és utána ezt le lehet fordítani valamilyen nyelvre, mondjuk le lehet fordítani C-re, le lehet fordítani Pythonra, le lehet fordítani bármilyen másik nyelvre, és akkor abban a nyelvben rögtön rendelkezés állnak neked ezek a struktúrák. És az ASN1-nek az is előnye, hogy elmondja ezeket a struktúrákat, hogyan kódold el. Tehát egy szerializálási módot is ad neked, nagyon sok fajtát, és a telco ezt nagyon szereti. Miért szereti nagyon a telco? Azért, mert függetlenítetted mondjuk az adatoknak az elküldési módját magától az adatnak a struktúrától, és meg tudod mondani, hogyha mondjuk rádiós interfészen, vagy akkor mondjuk egy olyan kódolást szeretnél használni, amikor nagyon-nagyon összetömöríted a biteket, konkrétan nem veszed figyelembe a bájtok határát, hanem a biteket egymás után úgy pakolod, ahogy következnének a struktúrában, és utána, amikor kicsomagolod, akkor viszont van egy univerzális interfészed, egy klasszod, amiben fel fognak töltődni az értékek, meg fognak jelenni a dolgok. Ez nagyon hatékony, ha protokollt, bináris protokollt kell építeni. Az egy más kérdés, hogy azóta a világban mondjuk volt már több más ötlet is erre, de például az X509, tehát a tanúsítványoknak az eltárolása is alapvetően ASN1-ben le van szépen írva, és utána abból le lehet fordítani mondjuk C-re, és utána azt a C programot, ha beadsz neki egy tanúsítványt, és felolvastattad a megfelelő ASN-ban felolvasol, akkor utána a tanúsítványnak az elemei hirtelen megjelennek a te osztályodnak a tagjai között. Na jó. Ha tovább megyek, akkor mindenkinek van valószínűleg otthon internete, vezetékes internete, vagy mobilnete. Hát ezek természetesen, mondjuk ez nagyon, nagyon alapvetően úgyis távközléssel kapcsolatos, tehát nem lepődünk meg rajta, hogy itt például az ITU-nak a G-sorozata, ami az ADS-et leírta, illetve az optikai hálózatok kapcsán is több protokollal rendelkezik, illetve hát ugye, ha mobilnetet használok, ha hanghívást végzek, amiben kodekek vannak mondjuk, vagy nemzetközi hívást szeretnék, vagy roamingot indítok, akkor ezek mind ITU, illetve ehhez kapcsolódó egyéb szervezetek által megírt szabványoknak köszönhetően működnek szerte a világon. Most így elvárjuk azt, hogy én innen Timbuktut is fel tudom hívni, de azért, ha egy kicsit hátrébb lépünk, és belegondolunk, hogy emögött mekkora infrastruktúra van, és ezt fenntartani, menedzselni, ajánlásokkal ellátni, irányítani, ez azért egy elég komoly feladat. Tehát, hogy nem meglepő, hogy ebbe a komoly feladatban nem feltétlenül mindig a legjobb, legegyszerűbb és legbiztonságosabb megoldást választotta az iparág. Na kezdjük a legelején, amikor kialakultak az első telefonok, telefonközpontok, ugye először még emlékszünk, hogy emberek és hölgyek kapcsolgattak a telefonközpontban, aztán kivágjuk! Emberek, tehát hölgyek, zárójel hölgyek, kapcsolgattak. Főleg hölgyek, de amúgy férfiak is, mert minek korlátozzuk magunkat, kapcsolgattak kérések alapján. Majd utána ugye magyar találmánynak köszönhetően is ugye először analóg automata, aztán digitális telefonközpontok jöttek létre, és gyakorlatilag szerintem a telefonnal kapcsolatos visszaélések, illetve biztonsági problémák száma az körülbelül abban a pillanatban, ahogy elkezdett a telefonhálózat épülni, azonnal létrejött. Tehát szerintem ez kb. Tényleg a nulladik percben létezik. Ugye itt hoztam egy pár példát a freakingre, illetve a freakingre, mint mozgalomra, ami ugye a telefonon keresztüli hekkelés, illetve mindenféle ügyeskedésnek talán a rövidítése, ha így tudnám legjobban megfogalmazni. Itt azért van megcsillagozva, minden csillaghoz tettem egy kis jegyzetet, van pár csillag a minden dián, vagy nem minden dián, a legtöbb dián van. És itt például Zolinak az előadását tudom ajánlani, az Old School is Still Cool, amit a Hacktivity-n is többek között előadott, én most utoljára pont ott találtam meg a YouTube archívumban. És nagyon szépen leírja ezt a történetet, hogy az elején
Volt az úriember, aki Joy Bubbles-nek hívtak, aki arra azon dolgozott Amerikában, hogy hogyan tudna ingyenesen hosszú távú hívásokat, távoli távhívásokat, hosszú távú hívásokat, távhívásokat végezni. Ugye Amerikában ez volt az, ami igazán drága volt akkoriban, és ez volt az, amire kitalálta, hogy hogyan tudná manipulálni a telefonközpontot arra, hogy anélkül, hogy fizetnie kelljen, tudjon ilyen hívásokat bonyolítani. Aztán utána jött a Redbox, illetve a Captain Crunch, ugye itt a lényeg mindannyiszor az volt, hogy gyakorlatilag a telefonvonalon keresztül zajlott kétfajta kommunikáció. Egyrészt a felhasználói adat, ami jelen esetben a hang, és a control channel, signaling channel, ahogy szeretnénk nevezni, tehát lényeg az, hogy gyakorlatilag a jel továbbítás is azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami történik a túloldalon, fölvették a telefon, nem vették föl, kicsőnk, stb. Ez is mind ugyanaz az egy vonalon ugyanúgy ment. Ez volt a signaling system 5 amúgy, amit inbound signalingnek hívunk, tehát az volt a lényeg, hogy gyakorlatilag egy vezetéken és egy frekvencia tartományban utazott ez a két információ. Ez magyarra fordítva mit jelent? Hogy azon kívül, hogy az én hangom átment a telefonvonalon, azon kívül, amikor két telefonközpont beszélgetni szeretett volna egymással, vagy valami információt cserélni, vagy akár egy fizetős telefon és egy telefonközpont információt szeretett volna cserélni, akkor kvázi fütyültek egymásnak, ezt így tehát legegyszerűbben lefordítani, tehát egy bizonyos frekvencián keresztül adták át azt az információt. Ugye azt ígértem már a bearangozóban is, hogy mindig próbálunk arra figyelni, hogy hogyan lehet lehallgatni, mert szerintem talán a telefonnal kapcsolatosan ez a legáltalánosabb és legelső univerzális kérdés, hogy lehallgatható-e vagy hogyan. Hát itt ugye szó szerint ebben az időszakban vezetékes irányból nézve a wiretapping az gyakorlatilag így jött létre, tehát ugye szó szerint a rendőrség vagy a megfelelő szolgálat ugye konkrétan oda ment, krokodilfogóval rácsimpaszkodott a vezetékre, wire tapping, ugye szószoros értelme, megfogtuk a vezetéket, és azon keresztül ugye lehallgatható volt az adott telefon készülék folyamatosan. Na hát ezzel együtt ugye természetesen megjött azonnal az igény arra, hogy ezt mindezt vezeték nélkül is, hiszen kevés a otthoni készülék, vagy szeretném, hogyha útközben is elérhető lennék, és gyakorlatilag ha nem is teljesen egyszerre a telefonnal, de ahogy a rádió már úgy egészen elterjedő volt, mondjuk itt a világháború utáni időszakban, a második világháború utáni időszakban már folyamatosan próbálkoztak ezekkel, ha nem is nálunk, de mondjuk Amerikában. Mindig úgy tekintettek rá, mint egy vezetékes hálózatnak a kiterjesztése, mindennek a előnyével és hátrányával együtt. A legelső esetekben általában csak felraktak egy nagy antennát még a város közepén, ami mondjuk úgy beszórta a város egy részét, volt valami óriási készülék, általában ugye autóba épített, stb., és akkor azon keresztül már úgy nagyjából lehetett vezeték nélkül telefonálni. Ezeknek az általánosan analóg hálózatoknak hívott, vagy első és nulladik generációs hálózatoknak hívott rendszereknek az volt a közös tulajdonságai, hogy ezek általában nem voltak összefüggőek, hanem bizonyos városok körül, vagy bizonyos országrészeknek, kisebb országrészeket fettek csak le, nem volt közöttük igazán kapcsolat, tehát hogy összességében minden esetben a vezetékes vonalra érkezett aztán a hívás, és azon keresztül lett továbbítva, és analóg volt a hangátvitel. Ez ugye rögtön adja is magát, hogyha analóg a hangátvitel, tehát hogy a rádióhullámokban kódolom el a hangnak a hangmagasság változást, illetve a hangnak a tulajdonságait, akkor ugye titkosítást nagy valószínűséggel nem fog tudni használni. Ez ugye nem is merült fel akkoriban, hiszen alapból a számítási kapacitástól elkezdve minden probléma az ellen volt, hogy nem lehetett titkosítani. Hát ugye ez volt a klasszikus, ha valakinek megfelelő rádiót épített otthon, kidugta az antennát, és akkor ugye hallotta a környéken beszélőket. Ezt ugye ma is csinálják egy páran, de ugye ma már nem ilyenek hálózatok, maximum ugye ilyen rövidtávú taxis hálózat, stb. Szokott még így venni. Baby monitor, így van. Ha nem wifi-s a baby monitor, de ugye az is könnyen megtörhető. Egy érdekességet hoztam itt a végére ezekkel kapcsolatban, mert gondoltam, hogy kell minden hova egy kicsi valami, ami talán feldobja, színesíti az egészet. Volt Amerikában egy ilyen érdekes utolsó kísérlet, mielőtt a digitális hálózatok teljesen átvették volna az uralmat a vezeték nélküli oldalon is. Ez az AMPS nevezetű hálózat, ami egy nagyon kifinomult, de még mindig analóg módon működő hálózat volt. És itt például érdekességként megjegyzném, hogy aki látta a Kevin Mitnickről szóló filmet, abban van egy jelenet, amikor mobiltelefont hackkel ért, aztán később interjúban el is magyarázta, hogy körülbelül mi volt a történet. De arról volt szó, hogy azon a hálózaton működő Motorola
telefonnak szerette volna megszerezni a forráskódját, hogy a telefonba épített egyedi azonosítót tudja dinamikusan változtatni, ezzel megnehezítve az ő követését. És hát ugye többek között erről szól az érdekes történet, ugye, hogy fölhívta a megfelelő projektmenedzser hölgyet, hogy küldje el neki a forráskódot, és megadott neki egy FTP szervert, megpróbálta a hölgy feltölteni, és közölte, hogy sajnos nem tudja feltölteni oda, mert a tűzfal blokkolja, de szóval mindjárt a biztonsági embernek, és akkor majd lesz valami, és akkor Mittik már mondta, hogy úristen, akkor ne szóljon neki, de már mindegy volt, mondott, hogy lerakja a telefon, mert biztosan jönnek a rendőrök, és letartóztatják, majd jelentkezett ugye a biztonsági ember a tulajdonos, mondta, hogy semmi gond, itt van az ő saját privát FTP, amire fel van töltve, itt van hozzá felhasználni jelszó, nyugodtan töltse le, mert hát ugye a legfontosabb, hogy menjenek tovább a dolgok, tudjon dolgozni, és nagyon szívesen viszontlátásra. Hát, na igen, és hát ugye itt említettem ezt a egyedi azonosító változtatást, ezt ESN-nek hívják amúgy, Electronic Serial Number-nek, és ez ugye 90-es évekre nagyon elterjedt az, hogy ezeket klónozni lehet, és körülbelül olyan, mint az e-mail, konkrétan csak itt egybe volt még az előfizetéssel, tehát ugye most az előfizetés és a hardware eszköz az külön van választva, de annó ez így mindegybe volt, és így gyakorlatilag, ha megszerezted ezt az egy darab kódolatlanul kiküldött, ugye minden egyes hívás előtt kiküldte, aki hívni akart a sajátját, és ha azt szépen egy rádióval begyűjtötted, akkor utána ebbe a fantasztikus Oki 900-as telefonba gond nélkül át lehetett írni, valamilyen oknál fogva, hogy átírtad szépen valaki másére, és hogyha elég messze voltál tőle a hálózatban, hogy ne akadjatok össze, akkor gond nélkül telefonáltál az ő kontójára is. Hát ez egy eléggé komoly problémát okozott aztán. Illetve... Nem, elvileg elég messze kellett menni, és akkor ott valószínűleg már a gerincházatban nem volt közösítve rendesen a történet, tehát a számlázás ez működött, meg a kapcsolás igen, de az még nem jött össze, hogy ez ugyanaz a hívástól jön valahogy. És ami vicces, hogy azt írja az internet, én ezt nem tudtam verifikálni, hogy érdekes hangzik, hogy elvileg ez az Oki 900-as abban a szempontból is különleges volt, hogy ez gyárilag dobozból kivéve is képes volt mások hívását meghallgatni. Valószínűleg azonoknál fogva, hogy be lehetett rajta kapcsolni, hogy csak kezdjen el figyelni valamilyen csatornán, és akkor ő dekódolta az audiót, tehát hogy még azon se kellett nagyon dolgozni, hogy építesz a saját rádiót, csak megvetted a telefont, és utána megnyomtad egy gombot, és hallottad a szomszédot. Na, de hát, ugye nem jó nekünk annyira ez az analóg hálózat, úgyhogy érdemes a digitális irányba elindulni, és hát még Amerikában az AMPS-en nagyon dolgoztak, ami még analóg volt, itt Európában más szelek fújtak, itt akkor még a postaügyi hivatal, azóta pedig ETSIV átnevezett, az Európai Távközlési Szabványi Intézeté átnevezett szervezet kezdett dolgozni a ma 2G vagy GSM néven ismert szabványon, és ez egy nagyon kedves idézet, amit az egyik kedves GSM-mel foglalkozó ismerősen minden e-mailjének az aljára oda szokott tenni a referenciával együtt, tehát ugye le is fordítva a mondatot, a magánszférához való jog, vagy mondjuk így a privacy, ezt talán mondhatjuk így magyarul is, az a lakossági felhasználásban egy kívánatos marketing opció, tehát hogy ennyi volt mondjuk így az igazi kísérlettétel arra, hogy itt a biztonságot erősítsük, tehát hogy marketing szempontból jól jöhet, de mondjuk így, hogy nem ez volt mondjuk így az elsődleges szempont. És ezt azért raktam ki, hogy lássuk, hogy ez volt így az állapot, az a gondolkodás, ahogy a GSM elkészült. Tehát, hogy ez 83-ban kezdődött, úgyhogy 80-as évek közepe vége, igen. Ez még jelentős, ez nagyon fontos lesz még az idő, igen, valóban. De mit tudunk igazából a GSM-ről? Miért jó, ugye? Hát ez egy teljesen digitális hálózat, tehát mind a hang továbbítása, mind pedig a signaling információk továbbítása mind digitálisan történik. Ez azért is volt nagy szám, mert ugye gyakorlatilag létre kellett hozni olyan hordozható eszközöket, amelyek képesek mondjuk olyan sebességben mintavételezni a hangot, és utána digitálisan kódolni valamilyen kodekkel, ami elfogadhatóan elmehet, megy a rádión, amik elbírták ezt számítási kapacitás ügyileg. Ez is az egyik oka annak, hogy valószínűleg a kriptóra nem volt akkora nagy hangsúly fektetve, inkább annak örültek, hogy mondjuk sikerül 1-2-3 órányi folyamatos telefonbeszélgetést, meg egy pár, mondjuk talán egy napnyi készenléti időt kihozni ezekből az eszközökből. Először ezt úgy hívták, hogy hát nem fogom franciául kiejteni, elnézést, nem vagyok jó franciából, de lényeg, hogy egy coupé spécial mobile. Most a francia nézőink, ha lennének, azok biztos, hogy elvágnák a torkomat.
De a lényeg az, hogy a GSM eredetileg nem azt jelentette, amit ma, hogy Global System for Mobile Communication, hanem csak a munkacsoportnak volt a neve, de hát mint a telkóban annyiszor, az elnevezések nem nagyon jól sikerülnek, és utána ragaszkodunk hozzájuk, és próbálunk új értelmet találni nekik. Ez egy nagyon jellemző dolog, hogy először sikerült valamit kitalálni, azt megtartjuk, és utána évtizedekkel később már nem annyira kapcsolódik, de úgy megtartjuk. Majd később fogjuk látni, hogy egy másik szervezetnél sikerült ezt a bakit ismételten elkövetni. És ebből aztán kialakult, ez amúgy, ahogy említettem, az Európai Uniós, illetve Európai Közös Postaügyi és talán távíró, vagy telegráf bizottságnál volt ez a külön csoport, és aztán utána ebből alakult ki a távközlési szabványintézet. Hogy működik a GSM? Gyakorlatilag két frekvenciánk van, az egyiken a mobil ad a toronynak, a másikon a torony ad a mobilnak, ez az uplink és a downlink, és ezen belül a frekvenciákon belül pedig time division multiple access van, azaz mindenkinek van egy megadott kis ideje, egy résidő, egy time slot, amiben tud beszélni, vagy tud adatot küldeni, és aztán utána meg kell várni a következő iterációt. Ez alapvetően egy limitáció, mert összesen egy frekvencián 8 time slot létezik, és abból az egyik az mindig a broadcastre van általában állítva, tehát hogy 7 marad összesen. Ezért a kapacitás az alapból problémás volt, de hát ez a készítéskor még nem merült fel problémaként. A régebbi rendszerekből átvettek minden olyat, ami hasznos volt, például az, hogy cellákba rendezzük a rendszert, ugye ennek köszönhető az, hogy ha cellákat alkalmazunk, hogy nem szükség arra, hogy mondjuk az egész országra egyedi frekvenciáink legyenek, hanem elég, hogyha két cell elég távol van egymást, és akkor újra felhasználhatjuk. Ezért van is az, hogy a mobil szolgáltatók mondjuk lesznek 5 MHz vagy 10 MHz-nyi frekvenciasávot, akkor azt nagyon jól fel tudják használni egy országon belül, akár kevesebből is meg lehet oldani, csak elég nagy távolságot hagyni, és akkor majd nem merül fel az interferencia közöttük. Átvették a paging gondolatát, ugye ez a régi pagerekből talán ismerős, hogy felhívnak egy számot, és megcsörög az övén a dokinak a vészjelzés. Ez ugye itt abból a szempontból jelenik meg, hogy ugye el kellett azt érni, hogy a mobil eszköznek ne kelljen állandóan a hálózat felé aktív kapcsolatot tartani, mert az akkumulátor ügyileg teljesen megoldhatatlan lett volna, hanem arra volt szükség, hogyha szeretne a hálózat valamit mondani a mobileszköznek, akkor egy egyedi azonosító valamire remélhetőleg gyakran változik, azzal meg lehet őt pagelni, és akkor jelentkezik ez a mobileszköz, hogy ő itt van, és képes fogadni a szolgáltatást. És nyilván ennek megvan a másik oldali párja, és amikor a mobileszköz szeretné indítani a szolgáltatást, akkor van egy direkt olyan csatorna, ahol a hálózatnak ezt tudja jelezni, hogy ő most szeretne szolgáltatást kezdeményezni. Teljesen új gerinchálózati elemek kerültek kialakításra, hiszen mint ahogy mondtam, ez egész úgy volt kitálva még mindig, mint a vezetékes hálózat kiterjesztése, ezért minden olyan dolog, ami vezetékes hálózatban volt, azt próbálták amennyire lehet felhasználni, átvenni, esetleg annak egy párt találni. Tehát hogy például a gerinchálózati elemek között használt protokoll, ami a Signaling System 7, az SS7, ezt már lehet, hogy így többen hallották, hogy milyen problémákat okoz manapság, ez ugye gyakorlatilag alapvetően nem erre lett kitalálva, hanem ez egy általános protokoll, amin keresztül eddig vezetékes hívásokat bonyolítottak le emberek, és akkor erre, mivel egy általános protokoll, lehetett egy külön olyan applikációt építeni, így hívják applikációt, amúgy igazából egy alprotokoll, ami a mobil specifikus dolgokat tartalmazza. És természetesen ez az egész miben van írva? ASN1-ben. Zsombor nagyon követi a történetet. Így van, tehát, hogy természetesen ASN1-ben van írva, hogy megkönnyítse az életünket minden szempontból. Igen. Ahogy mondtam, használt protokollok is átlettek véve a vezetékes hálózatból, így van, és hát ugye most beszéljünk egy titkosításról, mert hát ugye láttuk az idézetet, azért mégiscsak a titkosítás valahol számít. Igazából, ha ketté választanám, az autentikáció az nagyon fontos a mobil szolgáltatónak, mert az autentikáció az, ami neki biztosítja, hogy valóban az az előfizető kezdeményezte a szolgáltatást, vagy fogadta a szolgáltatást, aki fizet a számláért, és ugye nekik a legnagyobb problémájuk az, hogyha valaki a számlát nem akarja befizetni. Tehát, hogy muszáj nekik biztos bizonyítékkal rendelkezni, hogy aki a szolgáltatást sért fizet, az eredetileg az is, aki indította is azt a szolgáltatást. Tehát ezt a részét, ezt alapvetően egyetértek benne, ezt nagyon meg kell csinálni. Tehát ekkor került kitalálás, hogy SIM-kártya, ami ugye hardveresen biztosított, tartalmazza előfizetői kulcsot, ami aztán biztos, hogy lehetőleg nem lesz vele nagyon probléma.
és arra alapozzuk az egész autentikációt, és akkor küldjünk egy challenge-et, arra jön egy response a SIM-kártyától direktben, nem is a készülék kalkulálja meg a kulcsot, oda se adjuk a készüléknek, az benn van a SIM-kártyában, ami cserélhető, mekkora ötlet, tök jó, amúgy ez a része tényleg pozitív, de hogy, és akkor utána az autentikációnak ilyen mellékhatásaként létrejönnek amúgy kulcsok, és akkor hát ezekkel kezdeni kell valamit, és ugye kellene valami olyan titkosítási algoritmus, amit ugye elbír a hardware, de ami a legfontosabb, hogy az összes ország Európában, meg a NATO partnerek is úgy bólincsanak rá, hogy ez úgy belefér úgy titkosítási szinten. És akkor ez így indult, hogy, hogy szerettek volna elég sokan 128 bites titkosítást, hogy akkor legyen a kulcshoz, mert, az úgy, mert azért úgy, akkor is biztonságosnak tűnt, ma is tudjuk amúgy, hogy elég biztonságos, de akkoriban úgy tűnt, hogy 10 évig még legalább jó lesz, ez volt így a jövő képük nekik. És akkor érkezett egy kérés a szigeten élőktől, hogy ők szeretnék 48 bitre csökkenteni, mert hogy ők félnek attól, hogy ez olyan kezekbe fog kerülni, mondjuk Irak, meg hasonló helyek, ahol nem szeretnének ilyen nagyon jó technológiát, hogy használjanak. De a németek közben visszanyomták, hogy nekik viszont akkor még itt volt ugye Nyugat és Kelet-Németország közötti probléma, hogy nem szerették, hogy a keletiek ebben nagyon bele tudnak folyni, úgyhogy akkor 54 bitben sikerült kiegyezni. Hát ez ugye nem kifejezetten magas szám, manapság ez már azt hiszem, hogy ma már tényleg értünk abba a korban, amikor ez már brute force-olható hardware-en, tehát hogy ez már tényleg nem számít, akkoriban ez nyilván nem merült föl. De ugye a rövid kulcshosszon kívül maga az algoritmus is sok megkötéssel kellett, hogy érkezzen. Alapból ez egy stream cipher, ugye tudjuk, hogy kétfajta titkosítási algoritmus létezik, blokkokon működő block cipher, illetve ugye egy adat folyamon működő stream cipher. Itt ugye azért is, mert egy folyamatos hanganyagot kellett titkosítani, ezért nyilván a stream cipher irányba mozdultak el, meg ez sokkal könnyebb volt implementálni regiszterekkel. Viszont manapság már azt látjuk, hogy a legtöbb stream cipher amúgy általában egy idő után kiderül róla, hogy sajnos problémákkal küzd. Ezért is van, hogy manapság már block cipher-eket szoktunk stream cipher-ként így furán alkalmazni, ahogy amúgy teszi későbbi generációkban a távközlés is. Na, hogy néz ki a családja ezeknek az A5 elnevezési algoritmusnak? Ugye nulla, ez ugye nem csinál semmit algoritmus, ezt muszáj volt definiálni, hiszen enélkül nem jutunk sehová. Ez az örök fallback, ide mindig vissza lehet érni, tehát ha nem kell kulcs, nem kell semmi, akkor az nekünk tökéletes. És akkor volt az egyes a nyugati algoritmus, ami elvileg ugye nagyon biztonságos, illetve a kettes, ami az exportra szánt gyengített algoritmus. Na most azt kell látni, hogy elindultunk egy elég rövid kulcsból, elindultunk egy eléggé megkötött algoritmikus helyzetből, és akkor ezen még gyengítették egy kicsit a kettes számára, tehát ez mondjuk szerintem így körülbelül kódolta azt, hogy ebből komoly problémák lesznek, de hát ekkoriban az elején még ez így jónak tűnt. Na nézzük meg akkor jobban, hogy mi történt az algoritmusokkal. Ez még az az időszak, amikor abban hittünk, vagyis abban hittek az akkori döntéshozók, hogy a security by obscurity, azaz, hogy nem mondjuk el, hogy működik, akkor biztonságos, az egy jó megoldás lesz. Tehát senkinek nem mondták el természetesen, hogy hogy működnek ezek az algoritmusok. De hát ugye milyen az emberi lét? Valaki kettő darab barna borítékot megfogott, és bedobta egy Ross Anderson nevű kutatónak a postaládájába, amely borítékokban részletes dokumentáció volt az algoritmus működéséről. Ez körülbelül a 93-94 körül volt. Na, Anderson csoportja elkezdte ezt vizsgálni, és az egyik professzor azt talált is elég sok problémát, szeretett volna erről egy előadást tartani az egyetemen belül, mire természetesen megjelent a GCHQ, azaz a nagy-britanniai CIA, MI6, nem tudom, nem MI6 a szintén az. Tehát a lényeg az, hogy a titkos szolgálat Nagy-Britanniában is közölték, hogy akkor ezt az előadást, ezt köszönjük szépen, nem kérnénk levetíteni, illetve elmondani, mert hogy ez nemzetbiztonsági problémákat jelent. Úgyhogy innen már sejthető volt, hogy jó úton vannak, mert hogy itt valószínűleg valami elég nagy gánság lesz a háttérben, és hát ez gyakorlatilag időkérdése volt, amíg megfelelő mennyiség kutató meg matematikus ráállt a témára. Már az elején Ross Anderson konkrétan bemutatott, illetve elmondott két-három, legalábbis egyetemből, aztán később egy e-mail kikerült, és ez az e-mail van itt linkelve. Érdemes elolvasni, amúgy nagyon vicces ebből a szempontból szerintem. Elmond pár támadási ötletet, amelyek nem voltak kivitelezhetőek sebességileg, de már mutatták, hogy nincs szükség arra, hogy 54 bitnyi kulcsot megtörjünk, már aztán 40 bit elég volt, tehát hogy már ez elég a két első regisztert megtörni, és onnan a harmadik kiszámolható. És aztán utána
gyakorlatilag, ahogy ment tovább a kutatás, ott is, illetve máshol is 2003-ra már azt láttuk, hogy a kettes számú algoritmus, amely exportra készült, az gyakorlatilag teljesen kuka, tehát hogy az annyira kuka, hogy az 2006-ban már kötelezővé tette a ezzel foglalkozó szervezet, hogy nem lehet telefonban implementálni, tehát hogy ezt így ki kellett tiltani, ki kellett tűzzel égetni a rendszerből úgy, ahogy van, és ahogy aztán mentünk tovább 2011-re, már fixé vált az is, hogy az egyes verziója is törhető, gyakorlatilag valós időben. Ez egy 2 terabájtos Rainbow táblát igényel, és attól függően a Rainbow táblát azt milyen vagány Winchester vagy SSD setupra pakolod fel, attól függően lesz mondjuk fél perc, 1 perc, vagy 6 másodperc, vagy 4 másodperc a sebesség. Tehát, hogy gyakorlatilag már valós időnek mondható, de azt is látni kell, hogy ekkorra már több mint valószínű, hogy az összes szolgálat már rendelkezett FPGA-ban implementált megoldással, mert ez konkrétan már 94-ben Ross Anderson leírja az e-mailjében, hogy az algoritmus tipikusan olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amit úgy írja, hogy a Xilinx chipen, tehát egy FPGA-n nagy könnyedséggel egyszerűen egy gyorsan implementálható, gyakorlatilag mikroszekundumokon belül törhető algoritmusnak minősítette már akkor. Szóval innentől kezdve az a kérdés, hogy ha maradunk 2G-n, akkor van-e valami opciónk, hogy ne legyünk lehallgathatóak? Hát ez mondjuk így egy alapból nehéz kérdés, de azt mondanánk, hogy csak a levegős interfészre, tehát a rádiós interfészre fókuszálunk, ahol ezek az algoritmusok igazán élnek, mert azt gondolom, nem kell mondanom, hogy a gerinchálózatba érve itt már minden titkosítatlanul folyik, tehát hogy ott már ugye analóg vonalakon, illetve digitálisan pakolva mennek ugye ezek az előfizető adatok, tehát ott már a bárki, akár még klasszikus wiretappinggel is, vagy ahhoz hasonló megoldással is tud dolgozni, de tegyük fel, hogy mondjuk a gerinchálózat védett, és csak a levegős interfész van a rendelkezésünkre állásra, akkor mi az, amit tudunk tenni? Hát azt tudom mondani, hogy szerencsére most már elég sok operátor elkezdte az A5x3, illetve A5x4 algoritmusokat használni GSM-en, amik gyakorlatilag egyelőre tudásunk szerint egész biztonságosan mondhatók, itt már rendes kulcshosszok vannak, illetve teljesen más algoritmus, itt csak a név maradt meg, de amúgy a kulcshossztól elkezdve minden megváltozott, ami pozitív. Valamint az is elég pozitív, hogy annyi gyorsan el kell mondanom, hogy nekünk a kollégánk nagyon sokat dolgoznak hálózatok mérésével, mérőkocsikkal járják az országokat és gyűjtenek adatokat, és kifejezetten nagy szenvedés nekünk elég nagy mennyiségű 2G adatot gyűjteni, mert gyakorlatilag, ha csak a telefon ott ül az autóban, és nincs kényszerítve, hogy csak 2G hálózatot használjon, az esetek nagy részében nem is jut nagyon el 2G hálózatra, legalábbis európai méréseknél nyilván. Afrikai mérés, a többi az teljesen más történet, ott inkább jellemzőbb ez, de hogy alapvetően azt mondani, hogy itt almos vagyunk, meg ez a környezet, itt azért sokkal nagyobb a valószínűség annak, hogy a telefonunk nem fog felmenni 2G-re, ha csak nem kényszerítenek minket valamilyen úton módon, például rádiós jammerekkel, illetve egyéb más protokolliás problémákkal. A másik jól ismert problémája a 2G-nek az a azonosítással kapcsolódik. Ugye elmondtam, hogy az előfizető azonosítása nagyon fontos volt, ez annyira fontos volt, hogy igazából a hálózat azonosítását kihagyták a történetből. Sokkal fontosabb volt az, hogy fixek legyenek abban, hogy aki indította a szolgáltatást, hogy fogadja és fizetnie kell érte, az ember. De az, hogy a valós hálózathoz csatlakozik-e, vagy pedig valaki föllőtt egy hamis bázisállomást, erre alapvetően nem volt nagyon felkészülve a rendszer. Az volt az elmélet, hogy hát ez egy olyan frekvencia sáv, ami nehezen kezelhető, meg amire nem fog tudni olcsón bárki szerezni mondjuk így olyan rendszert, amivel föl tud állítani egy hamis bázisállomást. Itt is ugye az idő az, amelyik a győztes volt, tehát hogy mondjuk az, hogy hamis bázisállomás 95-ben szinte elképzelhetetlenül drága, 2005-ben, kicsit olcsó, 2015-ben már gyakorlatilag nyílt forráskódú szoftverekkel és Software Defined Radio-val gond nélkül összerakható. Tehát, hogy ez sajnos idejét múltja, és ez olyan dolog, amit nem is fognak soha visszaportolni, fixelni semmit. Tehát, hogy a hamis bázisállomások és azon belül is mondjuk az IMSI catcherek, azok továbbra is nagyon nagy problémát okoznak, hogyha 2G hálózatokról beszélünk. IMSI catcher. Mi az az IMSI catcher? Ki az, aki hallotta már ezt a szót, hogy IMSI catcher? Ki az, aki tudja, mit jelent az IMSI? Na, tök jó. Elmondod? International Mobile Subscriber Identifier. Így van, elmondom a mikrofonnak is. International Mobile Subscriber Identity, vagy Identifier. Hát ez gyakorlatilag az előfizetőt azonosító egyedi szám, amelynek az elején van az országnak a kódja, ez nem ugyanaz az országkód, amit te beütsz a telefonodban, hanem van egy teljesen más kódolás az országokra, utána van egy az országon belül a hálózatot azonosító 2 vagy 3 jegyű kód, és utána van egy
10 vagy 9 karakter hosszú egyedi azonosító, ami téged, mint egyedi szolgáltató, egyedi előfizetőt, illetve SIM-kártyát azonosít. Ugye miért jó nekünk az IMSI-t elkapni, meg miért kell ezt catchelni? Hát ez azért jó nekünk, mert ez egy egyedi azonosítója lesz a felhasználónak, és én ezt meg tudom tőle szerezni, úgyhogy a környékemen van, akkor bármikor ezt meg tudom tenni, és el tudom dönteni, hogy ott van a környékemen, vagy nincs. Ez most egy kicsit absztraktul hangzik, hozzuk le mondjuk rendőrnyelvre. Miért jó ez egy rendőrnek? Azért jó neki, mert ő keres egy bűnözőt, akinek ő tudja már az IMSI-t, mert mondjuk kikérte a szolgáltatótól, vagy bármilyen más legális, féllegális úton megszerezte az IMSI-t. Utána ő elmegy egy olyan helyre, ahol elég sok ember van, fellő egy hamis bázisállomást, elkezdi monitorozni a közelben lévő IMSI-ket, minden egyes telefontól elkéri az IMSI-t, és ha talál egy olyat, amelyik passzol, abban a pillanatban tudja, hogy akkor itt a környékemen itt van valahol ez a bűnöző, akit keresek. Ez lenne így a gondolkodás mellett, de hát ugye ez ugyanakkor mondjuk így, hogy privacy szempontból ismételten csak kellemes, ahogy is mondjam, kívánt marketing opció lenne ezt elkerülni mondjuk, de hát ugye ennyire azért nem volt a privacy fontos a 2G-ben. Na, tök jó, megértük a 2G-t, nagyon jó volt, nagyon szép, még mindig velünk van, valószínűleg örökre velünk lesz köszönhetően az 1 dolláros AliExpress-es modemeknek, meg az összes IoT eszköznek, amely úgy döntött, hogy 2G maradni jó dolog. Ezt amúgy viccekkel a szolgáltatók is elismerik, hogy gyakorlatilag nem látják el esélyt annak, hogy a 2G-t valahogy is leírtsák a föld felszínéről. Ezért van az, hogy elindult a másik irányból, aki figyelte a híreket, hogy még a Google már bejelentette korábbi Androidban, hogy a 2G-t ki tudod kapcsolni a telefonodon, hogy a tekap telefon ne menjen föl rá, vagy ezt az iOS-nél is lassan bejelentik, illetve a lockdown módban előleg már benne is van. De hogy konkrétan azon, hogy a 2G az gyakorlatilag a maga 6-7 milliárd felhasználó, vagy előfizetői számával a világ egyik legelterjedtebb rendszere, ami valószínűleg sokáig marad velünk. Erre van egy kis színesen, a iOS-nél egy időben volt az a 4-esben, hogy te csatlakoztál egy olyan cellához, olyan toronyhoz, ahol nem volt enkripció, akkor egy ilyen kis felkiáltó helyet kirakott a mobil service felé, hogy actum, no enkripció, és akkor aztán soha többé. Ez egy két verzió benne volt, aztán ezt a feature-t elvették, és soha többé. Erről állítólag azért, mert emberek elkezdték rájönni, hogy hogy azért az állatnak is vannak verziói, hogy működik, de ezek valahogy nem működnek, valahogy nem működik a kulcs protokoll. Állat per nulla volt. És akkor nyilván fóblekkelni kell arra, hogy nincs titkosítás, hogy ez nem ugye ez egy izgalmas dolog, hogy a prioritás az, hogy legyen szolgáltatás, az, hogy titkosítás legyen az. Így van. Nagyon-nagyon igazat mondom, Zsombor, a legvégén ezzel tökélyben egyetérte ezt, az egész telkó filozófia. Legyen szolgáltatás, az a legfontosabb, és a maradékot azt majd elintézik. Amúgy Zsombor át a mikrofonnak megismétlen gyorsan egy olyan funkcióról beszélt, hogy iOS-en régebbi iPhone-oknál volt egy jelzése a felhasználói felületen, hogyha nem titkosított cellához kapcsolódtál. Ez amúgy akár is szak, akár nem, de szabványban specifikált funkció, amit nem kötelező implementálni, de nagyon sok régi úgynevezett feature font, tehát ez a régi Nokia és hasonló kategóriás telefon, igenis implementálta, és szépen a kis kijelzői nagyba kiírta, hogy most éppen nincs. Nokia azt mondja, hogy baromi egy lakat volt, ami ki volt nyitva, vagy hasonló, de hát ezeket ugye mind elmosta az, hogy az operátoroknak nem volt nagy kedvük válaszolgatni a sok-sok előfizetői hívásra, akik ugye hívták a helpdesket, hogy na most ez mégis mi a franc, tehát hogy ezt azért úgy nem szeretnénk. Úgyhogy ez így szépen el lett sikkasztva mondjuk így. Tehát ez az operátorok és a készülékgyártók közötti jó kapcsolat megmaradása eredménye. Az egész telkóban, ezt muszáj beleszúrnom ide, ahogy látjátok, az agyam állandóan mozog, tehát hogy az egész telkóban azt lehet látni, hogy állandóan ez az odafeszülés, visszatolás, politika szerű, de nem úgy politika, hogy mint egy hétköznapi politika, hanem hogy ha sok embernek együtt kell dolgozni a különböző érdekekkel egy nagy rendszeren, akkor állandóan ez van, hogy mindenki próbálja tartani a saját pozíciót, mindenki könyökölget, és akkor a végén valami kompromisszum aztán kisül belőle, és néha aztán van, amikor az egyik oldal jobban nyer, néha a másik jobban nyer, és ez egész tényleg az összes szabvány létrehozás az erről szól, hogy kitálsz egy jó funkciót, és akkor megszól a kínai, hogy bocsi, de nálam ez törvényileg full tiltott, tehát ezt nem rakhatjuk bele, akkor próbáld letekerni egy kicsit, akkor az se jó, akkor utána megszól valaki más, hogy ő meg így szeretné, meg úgy, akkor szólal a gyártó, hogy neki se tetszik, vagy neki tetszik éppen, szóval kompromisszumkeresés, és ez az egész. Ez egész, amiről amúgy a 3GPP szól, akitől ezt a... Hát ez nem egy idézet, bár idézőjelbe tettem, ez inkább egy ilyen gondolkodásmód vagy metodológia, aminek az a lényege, hogy a titkosítás opcionális,
támogatni kell, benne kell lennie a funkciónak, de bekapcsolni opcionális. Az integrity védelem, tehát hogy az biztos, hogy az az üzenet onnan jön és oda tart, az kötelező, de csak abban az esetben, hogyha a control csatornában gondolkodunk. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a control csatornán megy az az info, hogy én felhívom a Zsombort. De a hangom már nem azon megy, az már egy felhasználói adatcsatorna, egy tök másik történet. Arra mindez nem vonatkozik. Tehát ott gyakorlatilag nincsen semmi kötelesség, oda is implementálni kell és támogatni kell a titkosítás bekapcsolását, de ezen kívül gyakorlatilag nincsen semmi más. Tehát tényleg megint csak annyi történt, hogy a számlafizetés integritásának megőrzése érdekében fixre akarták azt venni, hogy aki küldi azt az üzenetet, hogy például indítok egy hívást, az tényleg az az ember, akit korábban azonosítottam az egyedi SIM-kártyájába beégetett kulcssal együtt, mert én abba így hiszek. Ennyi az összfeladat. Tehát nem magas a létsz, amit megpróbálunk megugrani amúgy, de hát ez az, ami tényleg ez a kötelező minimum ahhoz, hogy működjön a rendszer, mondjuk úgy, hogy nem, anélkül, hogy nem állna mindenki ott a mobil szolgáltatójánál, hogy én nem is telefonáltam Timbuktuba négyszer. Szóval 3G, és akkor itt a történet az úgy nézett ki, hogy láttuk a GSM-et, mondta itt mindenki, de itt a európaiak itt összehoztak valami történetet, jó, tényleg tök szép, meg minden, de hogy na, most csináljuk meg ezt rendesen. Most mindenkorra oda megyünk, megcsináljuk ez erőből. Létrehozunk egy új izét, úgy hívjuk, hogy Third Generation Partnership Project, azaz harmadik generációs partner project, és itt aztán megcsináljuk, a nevét is elneveztük, Universális Mobile Telecommunication System, ezt bebetonozzuk, ez nem kell, hogy mozduljon soha többé, ez univerzális, ez megoldja a mobil adatot, ez megoldja a hívásokat, ez meg fog oldani mindent, sőt, igazából ez tényleg, hát gyakorlatilag a világbékét nem is hozza el, de hogy ez tényleg a megoldás lesz mindenre. Aki ugye figyel a híreket, tudja, hogy ez, amit mostanában kapcsolgatnak le mindenhol amúgy, mert annyira nem jött be, de hát ugye a jövőbe kell nézni és reménykedni. Az Etsy akkor kiszállt így a munkából, és átvette a 3GPP, amit azóta is 3GPP-nek hívunk, pedig már a 4G-t meg az 5G-t is ők definiálták. Innen is látszik, ahogy mondtam, hogy az elnevezésekben nem annyira erős a telekommunikációs ipar, tehát hogy lehetett volna esetleg egy 3-as nélkül, vagy valami obbat kitalálni, de nem jött össze. És bevonták többek között az ITU-t is, mert hogy ez mindig jó, és gyakorlatilag azóta kialakult egy olyan szereposztás, ami az is azóta is él a világban, ami úgy néz ki, hogy az ITU, mint a Telekommunikációs Unió meghatároz magas szintű követelményeket a következő generációnak. Mondjuk azt mondja, hogy szeretném, ha az 5G-ben 10 gigabittel lehetne letölteni. Egy pipa. Mit tudom? Szeretném, hogy az 5G-be 1 millió eszköz eshetne 1 négyzetkilométerre. Még egy pipa. Szeretném az 5G-be a késleltetés, még 1 millisekundum lenne. Még egy pipa. És ezt így mind szépen kiírják, mert a 3G-re is ezt kiírták, de most az 5G-t vettem, mert az van éppen a fejemben, de hogy gyakorlatilag ők ezen dolgoznak. És utána akkor lehet beküldeni ilyen ajánlatokat, hogy ki az, aki ezt tudná teljesíteni. És akkor a 3G esetében ugye Amerikában létrejött az úgynevezett CDMA 2000 szabvány, Európában, meg a világnak a többi részén pedig a Third Generation Partnership által kifejlesztett 3G vagy UMTS volt a válasz az első kihívásra. De amúgy a 4G-nél is több szabvány egyszerre versenyzett ezért. A legismertebb talán a VIMAX volt. Tehát a VIMAX és az LTE azok egymással versenyeztek a következő mobilos hálózati rendszer titulosért, aztán az LTE nyerte meg. De hogy ez miért történt, vagy hogy így, ez igazából csak azért, mert így alakultak a feltételek meg a követelmények, de hogy akár lehetne az is, hogy most LTE helyett az VIMAX-nak hívjuk, és VIMAX-ot használjuk az egészre. És az 5G-nél pedig, hát ugyan nem tudom, hogy ott is volt-e már verseny, vagy ott már csak meghatározták, és a 3GPP pedig mondta, hogy jó, akkor mi megcsináljuk. Tehát egyszerűsödnek egy kicsit a dolgok, de elvileg ez is egy nyitott tender, mint nálunk is minden tender, ugye nyitott bárki számára. Mi az, amit a 3G adott nekünk, mit adott nekünk a 3G? Hát a mobil adatforgalmat, ugye? Ez ugye már létezett a 2G-be is így backportolva. Nem tudom, hogy valaki látotta már olyat, az volt a legelső, amikor fogtak egy modemet, és akkor a modemet rátették egy telefonra. Azt hiszem, pont szintén a Mythic filmben csinálnak olyat, hogy a mobiltelefont így ráfordítja a modemre, és akkor ugye azon keresztül megy a kommunikáció. Hát ez ugye a létező leginkább szuboptimális megoldás volt finoman fogalmazva, hiszen a modem a digitális analóggá alakította, majd a telefon az analógot visszadigitálisra, és majd utána felküldte. Tehát ugye
Érted, Zsombor, a lényeget? Igen, tehát hogy ez nem volt annyira nagyon, nem volt annyira optimális, úgyhogy ezt aztán elég hamar felváltotta. Pontosan! És utána mi elkódoltuk egy baromi erős kodekkel, ami igazából beszédre volt főleg kitalálva, felküldtük, és utána vonalasan ugye végül eljutott a megfelelő terminálpontos kód, hogy működött. Ha működött, ugye az itt pár bit per szekundummal, de hát ugye működött, és mobil voltál vele, úgyhogy elég vagány volt. De hát aztán utána nyilván ehelyett, mivel már digitális volt az interfész, érdemesebb volt ugye a GPRS, illetve egy irányba elmozdulni. Hát ezek ugye nem mondhatnák, hogy a nagy boldogságot okoz, ha például a telefonodon nézed, hogy éppen egyen vagy, ugye ennek nem szoktunk örülni. Hát nyilván ez ugye a 90-es évek vége felé ez még úgy belefért, de hát ugye kellett valami, és ők látták, hogy az adatforgalom az talán egy érdekes téma lehet, és így aztán behozták ezt az egészet ide. Mit jelentett ez? Azt jelentette, hogy új elemeket tettünk a gerinchálózatba, meghagytuk a régi GSM hálózatot, mert ott a hang az egész jól ment, vagy legalábbis a logikáját meghagytuk, de cserébe kicsit lecseréltük az irodolokat, tehát ugyanúgy néz ki az architektúra, csak mindent átneveztünk, és mindent le kellett venni, és újat kellett föltenni a mobil szolgáltatóknak. Mindenki nagyon szerette, hogy lecserélheti a működő GSM-et, és mellé pakoltunk egy mobil adattal foglalkozó egységet a gerinchálózatba, aminek ez volt a dedikált feladata. Régebben a GSM-nél ezt csak úgy utólag betologatták a bázisállomások mellé, itt már úgy bele volt tervezve az architektúrába. De ez a rész igazából abban a szempontból nem annyira érdekes, hogy ami igazán a 3G-nek az öröksége, az az, hogy új SIM-kártyát és új algoritmusokat és kicsit új gondolkodásmódot hozott. Szóval, mik a 3G problémák, illetve mit oldott meg? Volt egy csomó előrelépés, és ezt tényleg meg kell adni neki, hogy biztonsági szempontból nagyot léptünk előre. Teljesen új SIM-kártyákat találtak ki. Régebben a SIM-kártya gyakorlatilag egy olyan smart card volt, tehát egy olyan kis processzorra rendelkező chipkártya, amelyik egy funkcióra volt képes SIM-kártyaként működni. És ehhez képest bejött a Java card, aminek az a lényege, hogy több applikáció is futhat rajta, és ezek közül maga a SIM kártya, az egy SIM applikáció, az egy a sok applikáció közül, ami rajta futhat a SIM kártya. Ez sok flexibilitást adott, illetve ez adott arra lehetőséget, hogy mondjuk később aztán távolról is lehet paramétereket frissíteni, vagy változtatni a dolgokon, hiszen már van egy valami értelmes applikáció, ami gyakorlatilag tudja módosítani a SIM kártyán a fájlokat, amikben tároljuk a konfigurációt. Végre jöttek új algoritmusok is. Nem jutottunk még el odáig, hogy mondjuk AS, vagy bármi olyan, amit úgy igazán biztonságosnak vallunk manapság is, de olyan Stream Cipher, mind a Snow 3G nevezetű, mind pedig a Misty 1 nevezetű, vagy Kasumi, az is egy neve neki, amelyikre már azt mondjuk manapság, hogy elfogadható biztonságot ad, rendes a kulcshossza, és alapvetően, bár mindegyikre volt már valami törés mutatva, gyakorlatilag ahogy használva van a 3G-ben az adott algoritmus, úgy direkt abban a módban még nagy törés, én úgy tudom, hogy nem volt, és emiatt igazából ehhez nem is nagyon nyúltak, nem is nagyon kellett nyúlni, ezt azt mondjuk, hogy ez egy jól sikerült történet. És ugye bevezettük az integritás védelmet, tehát nem csak titkosítunk a hálózaton, hanem van már üzenet integritás védelem, ami nekünk nagyon jó, mert egy picivel legalább javult a biztonsági szint, mondjuk így, és ráfő kötelező is. De ugye ezzel szemben rögtön jön a másik oldal, hogy a felhasználói adatokat továbbra sem titkosítjuk, csak a kontrollüzeneteken a integritásvédelmet alkalmazunk, és esetleg titkosítunk is. Tehát, ha titkosítom a felhasználói adatok átvitelét a rádiós interfészen, azt megtehetem, mert támogatja a szabvány, de integritásvédelmet továbbra sem fogok tudni adni a felhasználónak. Továbbra is hamis bázisállomásaink vannak, amely bár ugyan van már benne egy hálózati autentikáció, amiről beszéltünk, hogy már a 3G-ben autentikáljuk a hálózatot, tehát nem, elvileg nem lehetne hamis bázisállomásokat létrehozni, de ugye maradt egy olyan kiskapu rész, hogy van egy rakat olyan üzenet, amely az előtt kerül kicserélésre a két fél között, a hálózat és a telefon között, hogy a kulcsok létrejöttek volna, és ezekben elég sok érdekes van, például ezek között található az is, amivel az IMSI-t ki lehet kérni a telefontól a hálózat részére, tehát hogy ez úgynevezett ilyen pre-authentication, vagyis hát ilyen pre-key exchange problémák, azok továbbra is vannak. És ami a legviccesebb az, hogy amennyiben egy telefon már rendelkezik létező kulcsokkal a hálózathoz, akkor is lehet azonosítatlan üzenetekkel arra kérni, hogy kezdjük elő az autentikációt, és töröld a kulcsokat, és kezdjük nulláról a történetet. Tehát, hogy biztos, ami biztos, azért benne maradt, ami kell. És természetesen az az üzenet is, amelyik azt mondja a telefonnak, hogy menjél vissza 3G-ről 2G-re,
az is titkosítatlanul küldhető, meg védelem nélkül, bocsánat, integritáson nélkül. Igen. Voltak ilyen városi legendák, hogy a telkó cégek azok tudnak távolról appokat tenni ezekre a szimkártyákra, és hogy állítólag ilyeneket is használtak lehallgatásra, de csak legenda volt, hogy nem, vagy ezzel mi van? A kérdés arra vonatkozott, hogy tudnak-e a telkó cégek a szimkártyákra appleteket telepíteni távolról. Igen, van rá lehetőségük. Ez egy elég komplikált OTA rendszer, tehát over the air rendszer, ahol a szimkártyába beleégetett kulcsokkal lehet üzeneteket titkosítani és úgy eljuttatni hozzá, és többek között binárisan is küldhetsz neki üzenetet. Volt erről egy kutatás az SR Labs-nek, ahol bemutatták, hogy nagyon sokan még Dash-t használtak, ez volt 2010-ben, ez ugye nem annyira optimális, meg volt nagyon sok, ahol nem volt titkosítás alkalmazva egyáltalán. Hát ez a része nem volt optimális, de most már azért ebben a szempontból jobb a helyzet. És az is volt a kérdés része, hogy lehetett ezt lehallgatásra használni. Ez 2019-ben történt, ez a SimJacker nevezeti vulnerability, ami az egyik legtipikusabb telco vulnerability talán, mert hogy egy elfelejtett legacy rendszer éled újra benne, ami szerintem egy tipikus telco probléma, hogy a legacy mindig hátba rúg, amikor már nem hinnéd, hogy valahol van gond, akkor a legacy megjelenik. A lényeg az, hogy valaki valamikor nagyon régen kitalálta, hogy milyen jó lenne olyan SIM-kártyába épített applikáció, amelyik gyakorlatilag képes a hálózattól ilyen hát oldalakat lekérni gyakorlatilag, amit meg tud neked jelenteni a telefonon. Kvázi olyan, mint egy webböngésző, csak nem linkekre kattingatsz, hanem egy ilyen egy applikáción belül kattingatsz, de ezt mondjuk ilyen buta telefonon képzeljük el, tehát tényleg egy Nokia izében, és akkor megnyomsz valamit, akkor lekéri a következő oldalt a szolgáltatótól, meg vissza tudsz lépni, és akkor itt lehet ezzel mindenféle okos dolgokat kitalálni. Gyakorlatilag egy teletex, ez egy tök jó hasonlat, igen. De hogy valaki kitalálta, hogy na de ennek azán adjunk elég nagy jogosultságot, mert hát az tök jó lenne, hogyha mondjuk tudná mondjuk lekérni a telefon aktuális állapotát, vagy tudna SMS küldeni, vagy tudna bekapcsolni mikrofon, meg ilyenek, mert az tök jó lenne valamire, ugye. És hát akkor ezt így leimplementálták minden, és akkor bekerült a szabványba, és utána, amikor megveszi a SIM-kártyát a szolgáltató, akkor be tudja állítani, hogy kéri ezt a, ez egy ilyen SIM-kártya toolkit, SAT toolkit, hogy kéri ezt a toolkitet telepíteni, amin keresztül lehet ilyen dinamikus alkalmazásokat csinálni. Aztán még az volt a poén, hogy még a alkalmazás kódja is dinamikusan érkezett, tehát hogy leküldhet, hogy mit futasson a telefon. Tehát egy remote code execution built-in, tehát teljesen jó. És hogy ugye volt szolgáltató, aki azt mondta, hogy ja, hát én kérem ezt. És megkérdezte a SIM-kártyát, hogy tegyünk rá valami flaget, hogy ez csak nem tudom, titkosított aláírt csomag, tudja megszólítani, vagy bárki, és így tedd le nyugodtan nullásra a minimum security levelet az appleten, és akkor valaki ezt észrevett egy pár évvel később, hogy amúgy egy csomó embernek random bináris SMS-eket küldözget valamilyen érdekes szám, és elkezdenek a telefonok visszaválaszolni GPS koordinátákkal, meg ilyen hasonló dolgokkal, ami lehet, hogy probléma, és hogy ezt így mégis miért, és hát így, meg hogy telefonok elindítanak hívásokat, amikor tudna róla a tulajdonos. És hát ugye így derült ki, hogy hát éveken, évtizedeken át bizonyos, nem tudjuk pontosan kik, de mondjuk azt, hogy szerintem valószínűleg ez a NSO Group és ahhoz hasonló csoportoknál ez egy bevett dolog volt, hogy egy ilyen, ha olyan volt véletlenül a szolgáltató, hogy a SIM-kártyáira föltette ezt az appletet, akkor ezt így használjuk arra, hogy monitorozzuk mondjuk a rendszer ellenségeit, ahogy mondani szokás. Szóval akkor persze ebben volt egy nagy botrány, meg mi is végeztünk egy tonnán ilyen tesztet, hogy akkor az a vicc, hogy azt hinnétek, hogy egy operátornál így tudják a dolgokat, de hogy csomó ügyfél jött oda, név nélkül, tényleg az, hogy nézzétek meg a SIM-kártyákat, hogy nincs-e rajta, amúgy meg gőzünk nincs. Tehát, megvettünk, nem tudom, 1 millió SIM-kártyát, most így nagyjából a végére érünk ennek a bestnek, jön a következő, de hogy nem emlékszünk, hogy rátetettük-e vagy sem, és ha igen, akkor milyen security levelesek, hogy ezért dugdostuk be a gépekbe, volt, nem tudom, egy 3-4 kártyavasós rek, és azon is futott folyamatosan egy ilyen full brute force, akkor ilyenkor azt tudtuk csinálni, tehát hogy az összes lehetséges ehhez hasonló, hogy ilyen applikációnak van egy ID-ja, és akkor gyakorlatilag meg kell pingelni az ID-t, és hogyha arra jön valami válasz a SIM-kártyától, ami nem az, hogy nem található az applikáció, akkor tudjuk, hogy ott valamit meg kell vizsgálni. És akkor ezek így futottak folyamatosan brute force-ba teljes applikáció, mert nem volt senki se győző arra, hogy most mit csinál, vagy mit nem csinál neki a SIM-kártyája. Úgyhogy, ja, hát ez volt a SIM-jacker története, izgalmas volt. Hát nekünk jó volt munka szempontjában, persze. Egyszerű munka volt, csak tessék.
Igen, igen, lesz egy ilyen roaming témakör. SS7 volt a kérdés, mondtam, hogy lesz róla szó. Na jó, menjünk tovább. LTE. Igen. Na, tehát, hogy most aztán már van itt az internet nevű dolog, lehet érdemes lenne tanulni tőle, mit használ az internet, IP-t. Jó, akkor most mi IP-t fogunk használni mindenhol, és ez nekünk jó lesz. Eldobjuk az összes régi protokolt. Hát jó, de nem dobhatjuk el az összeset amúgy, mert szükség lenne rá legacy-val. Akkor enkapszuláljuk őket. Legegyszerűbb, ugye, akkor IP-n megy minden, ugyan belül még mindig legacy jártam, de ugye enkapszuláltuk a történetet, de hogy azért az mégiscsak gázul mutat, hogy ki kéne választani valami új protokollt, amit legalább használunk a gerinchálózaton belül, hogy nem mindenhol a régi dolgok jöjjenek újra elő. Jó, hát üssük fel az RFC-t, van-e valami olyan protokoll, ami ilyen távolról hasonlít arra, ami nekünk kell, de senki az ég egyet a világon nem használja sehol sem. Na jó, az jó lesz, akkor megtaláltuk a diameter nevű protokollt. Ki hallott már a diameter nevű protokollról? Annak a vonala, de egy kicsit más, meg természetesen hozzátették a saját extensionjüket, tehát nem ugyanaz, de hogy mondhatjuk, hogy az RFC-hez köze van, tehát hogy az, ami eredetileg volt, de igen, tehát hogy valóban a rádiuszban még valamennyire használt, de azon kívül amúgy kb. Sehol sem. És hát ez volt ugye a nagy ötlet, és ugye hát ez miért jó, mert ugye most már mindenki internetet használ mindenre, a mobil internet lesz a legfontosabb, ez tök jó. Az, hogy mondjuk hanghívást is kéne bonyolítani, ez egy kicsit utólagosan jutott eszünkbe, úgyhogy akkor voice over IP kellene, de hát ugye az annyira nem szabvány, meg ott azért vannak gondok, úgyhogy majd hát kéne csinálni egy ilyen rendszert, mert a 3G-be kitaláltuk amúgy ezt, hogy legyen egy ilyen IP multimédia szisztem, ami kezeli ezt a SIP-et, meg ezt a RTP-t, meg ezt a sok hülye dolgot, ami zajlik a voice over IP-n. De hát ugye a 3G-ben ott volt mellette a fallback opció még mindig a sima hanghívásra, ami ott futott így mellette, tehát senki nem implementált IMS-t emiatt. És akkor, amikor a Volte miatt, vagyis hát ugye kiderült, hogy az LTE-ben kellene valamit csinálni, mert ott már nem lesz mellette visszaesési opció, nem lesz hova visszaesni, akkor ugye elindult az elmúlt 10 év, ami nagyon izgalmas volt, mert gyakorlatilag mindenki megpróbált IMS-t implementálni, aminek az a lényege, ugye, hogy egy voice over IP rendszert építünk, amiben természetesen valahogy a SIM-kártya is bele van keverve, speciális protokollok, IP-szeket is tettünk fölé, mert az úgy jól mutat, meg azért kell valami védelem is, de az IP-szek, ez a kulcsokat, azokat így legenerálja majd a SIM-kártya, és majd abból fogjuk föl, tehát hogy mindenki egy kicsit szenvedjen vele az, amikor telepítünk, de az egészet ugye SIP-en keresztül fogjuk működtetni, mert hát ugye a regisztráció az úgy a legjobb, mert az arra való, és akkor így, hát most ebben ott tartunk, hogy jelenleg 13 évvel, vagy majdnem 15 évvel az első LTE hálózat bekapcsolása után tartunk ott, hogy az egész iparágat összefogó egyesületben elindult egy kezdeményezés, hogy kéne egy olyan Volte konfigurációs profil, amiben úgy megegyezünk, és az úgy működik úgy mindenhol, mert jelenleg úgy nincs olyan, ami működne mindenhol, sőt olyan van, ami sehol sem működik, meg olyan van, ami egy-két helyen működik. És ez így akkor szokott probléma lenni, amikor mondjuk kimész Amerikába, ahol lekapcsolták már a 2G-t, és akkor mondják, hogy jön az SMS az AT&T-től, hogy használj WhatsAppot hívásokra, mert hogy mi így a hívást azt nem tudjuk támogatni a te eszközödön, ez így megoldhatatlan. Ha vészhívást szeretnél a 911 felé, azt se tudjuk megoldani, tehát hogy külföldiként ne kerülj bajba Amerikába, hogyha AT&T roamingoz, ami probléma, valljuk be őszintén. Most így azért eléggé felpörgött ez az iparág, mert most már rájöttek, hogyha elkezdjük lekapcsolgatni a régebbi hálózatokat, akkor ez a probléma égetőbbé válik, mert eddig mindig megvolt a régi megoldás, nem megy a hanghívás a 4G-n, visszamegyünk 3G-re, kész, megvan oldva a probléma. Hát most ugye már nincs 3G a legtöbb helyen, vagy 2G sincs Amerikában, tehát a problémák azok halmozódnak. Kicsit néha úgy utólag jövünk rá, hogy valamire gondolni kellett volna, de hát mindegy. Viszont van új algoritmusunk a rádióra. Yes! Megérkezett hozzánk az AS végre ennyi idő után. Van még mellette két másik, az egyik az a 3G-ből átörökített Snow 3G, ami elvileg egész biztonságos, de hát ugye valami legacy kompatibilitás kell, mert ha nem lenne legacy, nem lenne telco. És van egy ZAC nevezetű algoritmus, amit érdekes módon csak Kínában alkalmaznak, de ott aztán kötelező módon, és senki sem tudja biztosan, hogy hol rejtették el benne azt a kódot, amivel át lehet törni, mert egyre úgy néz ki, mintha ők úgy döntöttek volna, hogy ez tényleg biztonságos legyen, de azért a szabvány az nagyon vicces, mert úgy írja, hogy az első kettő az AS és a Snow 3G-hez kötelező implementálni, az ZAC pedig opcionálisan ajánlott,
De minden gyártó természetesen leimplementálja, hiszen mindenki szeretne Kínában eladni terméket. Ugye, érdekes történet. A basebandben. A baseband dolgozik ezzel. És ez nem a szintkártya, hanem nem, ez... Igen, igen. Tehát ez ugye a gyors talpaló a telefonból, van az application processzor, ahol fut az iOS-ed meg az apjait, és ahhoz van kötve a modem. Ez ugye a rendszertől függően lehet system on chip meg minden, de az attól függően egy külön entitás, ami gyakorlatilag csak a baseband modem funkciókat látja el, gyakorlatilag végzi a rádiós jelek dekódolását, beszél a SIM-kártyával, végzi az adatkapcsolatodat, stb. És ő az, akinek van egy olyan réteg a rádiós rétegben, ahova a titkosítás be van szúrva, és akkor ott kell neki elvégezni. Ja, persze, és LTE-n gyorsabb az adatátvitel, ezt majd elfelejtettem, tehát, hogy ott már ugye megabitek és 100 megabitek magasságában is LTE-zhetünk, hogyha olyan a hálózat, úgyhogy ez mind nagyon jó. Na nézzük, hány problémát sikerült nem áthoznunk a 3G-ből. Hát, ha jól látom, a slide nem változott, csak a tetejét írtam át. Tehát, hogy a biztonsági rész, annyira lefoglalt minket ez az IP, tehát az IP-re való átállás, hogy egy kicsit lemaradtunk, tehát, hogy a SIM-kártya az még mindig, bár azt mondom, hogy új SIM-kártya, de ez ugyanaz a SIM-kártya, ami 3G-re is működik, ezt most lelövöm, hogy a 3G SIM-kártya az mai napig teljesen tökéletes, tehát az ott megálltunk, senki nem akarja még egyszer bevállalni azt a költséget, amennyibe került a 2G-s kártyákat 3G-re lecserélni, úgyhogy ezt akkor így be is suktuk. Cserébe azt szoktuk csinálni, hogy a basebanden belül plusz lépéseket teszünk. Tehát még 3G-ben a SIM-kártya kiköpte a kulcsot, amit használtál a levegős titkosításra, a rádiós interfész titkosításra, addig 4G-ben megfogjuk azt a kiköpött kulcsot, kicsit megrágjuk, kiköpjük és utána használjuk. Tehát, hogy ez így ennyi dolgozunk mi a problémán, csak ugye könnyebb szoftverben a basebandben átírni, mint ha a SIM-kártyát kéne cserélni. Meg úgyis a SIM-kártya az tök jó. Vannak új algoritmusaink, igen, hát ez tényleg igaz, itt valóban jobbak lettek az algoritmusok az AS-sel. Az élen azt mondanám, hogy ez már talán biztonságosnak mondható, és az integritás védelem megmaradt. De a maradék ugyanígy, felhasználni adatok titkosítása opcionális, integritás védelem nélkül, hamis vezérállomások továbbra is boldogan élnek, és továbbra is privát szféra védelmi gondjaink vannak, tehát IMSI catcherek és a többi boldogan élnek velünk a 4G-n is. Na, hát akkor megjön a megmentő, nem igaz? Tehát most már ezek után tényleg meg kell jönnie a megmentőnek, ugye a kedves Polip szeretné felhívni a figyelmét a megmentőre a menekülő búvárnak. A megmentőnk ugye bár Lord and Savior. Na, a lényeg az, hogy ugye az 5G-nek kellett volna egy mindent megoldani és megmentenie. Hát nézzük. Szóval mi mindig ott tartunk, hogy van itt az internet nevű dolog, és mert nagyon tényleg érdemes lenne tanulni tőle, úgyhogy akkor most megtesszük a huszárvágást, a nagy lépést, HTTP2, JSON, OAuth, MTLS, így. Ezt így egy mozdulattal a gerinc hálózatba bepakoljuk, mert ez egy jó ötlet. A nevezéktanról nem beszéltem, az NR az azt jelenti, hogy New Radio, ez ugye teljesen logikus, hogy az 5G-t jelenti, tehát hogy gondolom azt, hogy új rádió, az tök logikus, és mindenkinek egyértelmű. Amúgy én valahol tehát hogy már annyira benne vagyok ebben a világban, hogy szinte már kedvelem ezt a baromságot valamilyen szinten, tehát hogy tényleg nagyon kedves tőlük New Radio. Mi lesz a következő majd ugye 6G-nél? Hát mi nem jutottunk el odáig. Very! A közönségben ötletek voltak Very New Radio-val. Nagyszerű ötlet. Igen. De amúgy figyelnek dolgokra, tehát volt például egy hálózati elem, ami 3G-ben Node B volt, az volt a rádiós belsőállomás, akkor lett az E-Node B, az Evolved Node B, tehát az Evolved, az lett a 4G-ben, és ugye lett volna a következő betű az F, hogy F-Node B, az ugye hülye hangzik, mert az angolok tudják, hogy az F az csúny, hogy akkor lett G-Node B, G betűvel, tehát hogy mentünk tovább az ABC-ben. A nevezék, ugye van ez, hogy az IT-ban a legnehezebb dolog elnevezni dolgokat, meg ugye az Off-Pi van Errors, és a harmadik, de hogy hát itt ez hatványozottan érvényesül. Na de mindegy. Van egy tök jó gerinchálózatunk, amiben tényleg van esély jó dolgokat csinálni. Az más kérdés, hogy a telkó, az tényleg érzitek, hogy le van maradva azért egy jó pár évvel folyamatosan, tehát kicsit utána kullog. Ez ugye kicsit tűnik inkább egy mai vagy egy pár évvel ezelőtti mobillapnak a backendjének, nem pedig egy 5G hálózat backendnek, de hogy oké, sajnos ez egy tapasztalatlan környezet, tehát hogy itt az opcionális dolgokat általában elfelejtjük, mert próbáljuk funkcionálisan implementálni dolgokat, úgyhogy nagyon nehéz lesz szerintem azt, hogy az eddig bináris protokollokat dekódoló emberek most C-ben fognak
JSON parsereket írni, meg ilyenek, és próbálkoznak ezt így optimálisan, gyorsan elvégezni. Amikor ezt a kérdést föltettem az egyik ilyen Etsy alkalmon Franciaországban, hogy azt valaki végig gondolta, hogy ebből mekkora problémák lesznek, hogy valaki próbál majd minden gyártó lehet leggyorsabbat építeni, de gyakorlatilag ilyeneket kell parszolni, és ez nem feltétlenül lesz optimális, akkor az volt a válasz, hogy hát igen, ez egy komoly kihívás lesz. Szóval a mikroszerviz alapú az architektúránk, megmaradnak az algoritmusaink a levegős interfészen, mert ott nem volt problémánk sohasem, mindig inkább a gerinchálózatban meg a roaminggal volt a probléma, megmarad a SIM-kártyánk, és természetesen újra gyorsabb adatátvitel lesz és kisebb késleltetés. Szóval összességében ránézünk, azt mondjuk, na jó, kicsit javítottak azért rajta, ez már tényleg az 5G, az már elég király. Na, hát de visszatérünk a jó öreg szlájdomhoz. Továbbra is úgy néz ki, hogy az 5G elég jól szerepel, mert most már a felhasználói adatokra van titkosítás és integritásvédelem is. Végre az üzenet, amit elküldök a nagymamámnak, az végre nem lesz megváltoztatva valaki által, mondjuk valami csúnya szóra. Vagy azt mondjuk, hogy az IMSI-kecsenek ellen opcionálisan titkosíthatjuk az előfizetőnek az egyedi azonosítóját, mert a SIM-kártyában most már bepakoltunk egy tanúsítványt, és megtanultuk, hogy tanúsítványa lehet titkosítani. És még arra is gondoltunk, hogy mivel ezt sokszor át kell küldeni, ezért rotáljuk a kulcsokat, tehát ilyen one-time padet használjunk, meg ilyeneket. Nagyon-nagyon jó ötletek vannak benne opcionálisan, azt azért aláhúznám. Tehát még nem láttam hálózatot, ami ezeket úgy mind bekapcsolta volna, pedig már van egy ideje 5G, de már van rá lehetőség, és volt pár korábbi üzenet, amit lehetett felhasználó követésére használni, ott javítottunk, csökkentettük, kicsit hardeningeltünk. Hamis bázisállomások továbbra is megvannak, és továbbra is tudnak kulcscserélti dolgokkal dolgozni, olyan üzenetekkel, de jó, azt mondom, az 5G az egy szolid dolog. Na, szóval ez jól hangzik. És akkor itt a hazugság, mert az 5G, amit látsz a telefonod, az nem ez az 5G. Mert kétfajta 5G van. Mert nem lett volna elég nekünk egy 5G, nekünk kettő kell. És hogy te, felhasználó, tudsz ezek között különbséget tenni? Nem. Te a telefonodon nem fogod tudni megmondani, csak ha belemászol a legmélyébe, akkor talán modelltől függően, hogy melyik 5G-n vagy. Na mi a két 5G között a különbség? Tehát ezt mind a marketingesek tolták le szerintem, illetve a pénzügyesek nagy valószínűséggel, mert hogy van nekünk egy non-standalone 5G-nk, aminek az a lényege, hogy én, mint operátor, ki akarom tenni az 5G-t a felhasználóimnak, mert ők nagyon akarják, de én, mint operátor, nem akarom azt a rakat pénzt beletenni, hogy egy új gerinchálózatot építsek, HTTP2-n, meg OAuth-on, meg MTLS-en, meg olyan dolgokon, amihez még emberem sincs, nemhogy pénzem megvenni az eszközöket. De közben szeretném, hogy a felhasználó lássa az 5G-t a telefonján, és pörögjön neki az adatforgalom ezerre. Na, akkor azt fogom csinálni, hogy fogom a kis 5G bázisállomásomat, oda viszem a 4G bázisállomásom mellé, oda telepítem, kicsit dekonfigurálom szoftver, frissítem, és onnantól kezdve a 4G-s bázisállomás az azt fogja reklámozni a környékre, hogy itt van egy 5G-s co-located állomás, amire föl lehet csatlakozni. Ha éppen olyan adatforgalmat bonyolítasz, ami olyan gyors, vagy a telefonod úgy van beállítva, akkor ezt a kolokált 5G állomást ezt tudod használni. De mögötte ugyanúgy 4G-s gerinchálózat, ugyanúgy semmilyen 5G biztonsági funkció nincsen. Egyedül annyi történt, hogy bepakoltunk egy újabb eszközt a rádióba, és ezzel gyorsabb lesz a kapcsolat egy kicsivel, illetve attól függően, hogy milyen a backendje a rádiós az ott cellának, attól függően lesz gyorsabb vagy lassabb a hálózat. Volt, amikor az 5G amúgy lassabb volt, de hát ez egy másik kérdés. Van az igazi 5G, amiről beszéltünk, ami tele van új biztonsági funkciókkal, az a standalone 5G, ami azt jelenti, hogy ebben már nincsen 4G bázisállomás, meg nincsen 4G, amelyik működteti a dolgokat a háttérből, hanem ez már tiszta 5G, vagy nem tudom, hogy tudjam megfogalmazni, és itt már a szolgáltatód opcionálisan be is kapcsolhatja az új biztonsági funkciókat. Tehát itt már van legalább lehetőség arra, hogy jó biztonsággal tudjál mobilnetezni, meg használni mobil szolgáltatásokat, de ez ugyanúgy egy 5G jel lesz a telefonod felső sarkában, és bár transzparensek a szolgáltatók, vannak területek, ahol egyszerre mindkettő jelen van, mert hogy így sikerült deployolni, és a telefon éppen a rádiós körülményeknek megfelelően fogja eldönteni, hogy melyikre megy át, illetve van egy olyan előfizetési van, amely 5G képes, de nem 5G standalone képes, és megmutatták mindenki, természetesen Magyarországon mindenki non-standalone-t épített, tehát hogy itthon nálunk nem lesz standalone, ez lesz, majd valamikor biztosan lesz, mert egy idő után muszáj, de gyakorlatilag most, ha az 5G-t látod, akkor te non-standalone-on vagy, tehát biztonsági szempontból te nem kerültél egy jottányit se előrébb. De a jövőképben ott van, hogy talán esetleg eljutunk majd ide is. Na, ezt most nem összefoglalunk az egészet, csak ezt a fejezetet. Tehát a
telkó az egy nagyon öreg történet. Ide pakoltam pár fun factet, hogy azok, akik elaludtak, azok még jobban tudjanak aludni, hogy vannak itt évszámok, meg ilyenek. De amit igazán alá akartam húzni, mint nekem az egyik legviccesebb, amikor Bell megalapította a telefon társaságát, akkor ki kellett találni, hogy hány voltot fognak küldeni a telefonvonalon. Ez azért volt fontos, mert a házak nagy részében nem volt még áram, de viszont áram kellett, hogy működjön a telefon, ezért kitaláltak, hogy tök egyszerűen a telefonvonalon küldünk feszültséget. Nem probléma. Mínusz 48 volt lett a döntés, mert, és ennek tényleg kb. Ez a tudomás magyarázata, mert ez nem csapja meg nagyon a beépítő embert, ha hozzányúl véletlenül, de elég nagy ahhoz, hogy mondjuk azért úgy ne vesszen el a akkori vezetékeknek a vezetéki veszteségében, és azért mínusz 48, mert így a korrodációt is meg lehetett akadályozni földbeásott vizesedő kábelek esetén. És ezek után egy tök teljesen arbitrári, semmiből eldöntött 48 volt. Mi a legújabb 5G belsőállomás tápegysége, ha kinyitjuk a kabinetet egyik rádiós helyen? Mínusz 48 volt természetesen. Tehát, hogy van azért örökség, amire visszanézünk, van, ami marad. Van ez az urban legend, hogy azért olyan széles a sin, mert két római lónak olyan széles volt a feneke. Ez ugye kiderült, hogy tényleg urban legend, de a telkóban azért itt tényleg vannak olyanok, hogy nézz el csak, hogy ez miért van így. Hogy elférjen, igen. Így van. A kolléga azt folytatta, hogy az űrsiklónak is azért akkora mérete, mert az alagútba csak úgy férhetett be az üzemanyag tartály. Szerintem továbbra is ez városi legenda, de a lényeg az, hogy az még mindig igaz, hogy az 5G bázis állomás tápja 48 volt, mínusz 48 volt. Ez ugye még egyszerű abban a szempontból, hogyha elemeket akarsz rakni, aksit akarsz berakni, áramszinted ér, akkor csak beraksz 4 darab 12 voltos. Tehát, hogy van logika mögött, hogy ma is megmaradt, de nagyon vicces amúgy, hogy ez tényleg így van. Amúgy hoztam ilyen cella darabkákat, majd ezekről is lesz szó, de ott is, ha megnézve alatt, mínusz 48 volt, van szerintem ráírva, ha rá van írva. És a másik pedig, ami az öregséget aláhúzza, hogy ha Bellnek az eredeti telefonját, vagy nem mondjuk az eredeti, de egy kicsivel, mondjuk az 1900-es évek elejé vezetékes telefont ma bedugsz a hálózatba, nincs teljesen kizárva, hogy nem működne. Tehát, hogy azért a backwards compatibility és a legacy-nak az örök megtartása az örökké velünk van. Tehát, backwards compatibility, backwards compatibility, backwards compatibility. Hát nem olyan, mint a developers volt Steve-től, de majdnem ugyanaz. Tehát, hogy ez tényleg arról szól, hogy ez folyamatosan velünk marad. Mi az, ami megnehezíti és komplikáltá teszi azt, hogy valaki ebbe belenézzen? Hát a milliárd rövidítés meg a rengeteg szabvány, tehát hogy a 3GPP által kiadott szabványok szerintem már a 100 000 oldal, vagy még magasabb nagyságrendben vannak, és mindig talál az ember valami újat benne. Én mindig, amikor beleásom magam egy adott témába, akkor általában 4-5-6-10 darab böngésző tab van megnyitva, és azok így egymás cross-referencbe küldik, és akkor így ugrálok közöttük. Elképesztő, de mindenre van, majdnem mindenre van szabvány, vagy van leírva, kivéve akkor, amikor végén odaérsz, hogy és akkor ez implementation specific, és akkor döntse el a gyártó, hogy ezt hogy szeretné megoldani, hiszen az a Jolly Joker mindig. És ugye az ökoszisztéma fragmentált, mert bár vannak különféle csoportosulások, de ahogy beszéltük már korábban, és mindenki a saját rendszerét üzemelteti, úgy, ahogy szerinte a legjobb. És ezt tényleg azt szeretném átvinni, hogy azért opcionális minden a szabványban, és azért nem azon, hogy kötelező titkosítást alkalmazni, mert egyszerűen nem lehet egy ekkora ökoszisztémán belül ilyen szabályokat, ilyen drasztikusnak minősítő szabályokat hozni, mert egyszerűen annyi ember, annyi ország, annyi különféle törvényi környezet, hogy mindenki, és annyi különböző pénzügyi helyzet is, hiába írom elé, hogy tegyen mindenki mondjuk több tűzfalat hálózat, vagy ilyenek, most ez egy rossz példa, de a Cisco-nál vagyunk végül is passzol, hogy ha nincs rá pénz, nem fogja megtenni, tehát az N plusz egyedik kis mobil operátor a szigeten nem fogja megvenni azt a tűzfalat. Hát most már, de tudod, mi a TLS legnagyobb rákfenéje? Így van, a tanúsítvány. És ez egy örök probléma, mert ők nem tehetik meg azt, hogy az egész globális rendszert akkor kiszolgáltatottá teszik egy tanúsítvány kiosztónak. Tehát, hogy ilyen self-signed tanúsítványokkal kell elkezdeni okoskodni, akkor ki kell találni egy mechanizmus, hogy hogyan tudná a self-signed tanúsítványokat kicserélni megbízhatóan, ami amúgy zajlik, csak hogy olyan speciális, tehát hogy olyan különleges igényei vannak ennek az egésznek, és annyira ilyen nyitottan kell hagyni minden kérdést arra az esetre, ha valaki véletlenül pont olyan helyzetbe kerül, hogy neki azt kell csinálnia,
hogy néha ez az, ami az útjában áll annak, hogy egyszerűen csak letoljuk a torkán mindenkinek azt, hogy jól kell ezt csinálni. Na, ez már tényleg csak egy pár szlájd, mert az egy kicsit megy is az idő. Szóval így néz ki egy tipikus mobilhálózat. Nagyon-nagyon egyszerű szerintem ahhoz képest, hogy milyen komoly munkát végez. Van általában egy cella, ami van egy bázisállomás. Ez ugye egy torony lesz rajta antennával, ugye van egy telefonunk is nyilván az egyik oldalon, és ezt hívjuk így egybe a rádiós hozzáférési hálózatnak, ez egyik nagy építőkockája. Ebből ugye van trilliárd tonnányi, mondjuk Németországban 60 ezer, nálunk mondjuk ilyen 10 ezeres nagyságrendben mindenhol. Akkor utána lesz egy gerinchálózatunk. Ide ugye hogy kötődünk be? Lehet optika, lehet mikro, ami éppen adódik, ugye hát mivel kim vannak a bázisállomások a semmi közepén, ezért sokszor mikrohullámot kell alkalmazni, de gyakorlatilag a lényeg az, hogy végül egy vagy több közös nagy gerinchálózati adatközpontba összefussanak a dolgok, ahol aztán végződnek azok a folyamatok, amelyek fontosak, tehát innen ágazik ki valahol az internetre az adatforgalmad, ide érkeznek nyilván vissza a válaszcsomagok, ide érkeznek be a te SMS-eid, amik aztán utána a bázisállomáson keresztül landolnak a telefonodon, ezen keresztül mennek ki aztán az SMS-ek, amiket küldesz, és így tovább. És végül van egy izgalmas rész, a roaming, ami ugye azt teszi lehetővé, hogy te külföldön is tudjál telefont használni, de a roaming az önmagában ezen kívül még egy nagyon sok és érdekes színes ökoszisztémát hozott létre. Egy rakat szolgáltató azon dolgozik, hogy beül ide a roaming kapcsolatokra, és például elemzi neked az átmenő forgalmat, vagy a statisztikát készít abból, hogy miket csinálnak a felhasználóid. Ennek mondjuk a, hogy is mondjam, az etikussága kicsit megkérdőjelezhető, de hát ez ugye egy mindegy, ez az egész telko egy nagy bezárt kert, egy walled garden, és mi belül vagyunk, és egy nagy család, tehát itt ugye mindent el tudunk osztani egymással. Ezért is ugye ajánlott ez a, az, ami ugye az egész fölött van, hogyha applikációkat használsz, ugye application level, mondjuk egy TLS, amit használsz a böngészőbe, vagy a Signal app, vagy a WhatsApp, vagy ilyenek, az end-to-end titkosítás, ez ugye ezt mindig följebb emeli, hogy azzal ne tudjon kvázi mit kezdeni itt a szolgáltató. Na most, ha a támadási vektorokat azonosítanánk, akkor így kb. Ennyi van, tehát hogy gyakorlatilag majdnem bekarikázhattam az egészet. A telefont azért nem karikáztam, mert az a szolgáltatótól függetlenül, hogy nyilván ez is egy nagyon nagy támadási vektor, illetve van még egy csomó, ami kimaradt így a számlázás, meg a helpdesk, meg ilyenek, az is egy támadási vektorokra ad lehetőséget, de hogy nagyjából így ennyi az, ami van. Rádiós oldalon nagyon sok probléma van, ezek egy részét már átmentünk az IMSI-ket cserekről, meg erről volt szó is. Amiről nem volt nagyon szó, aztán a denial of service, ugye ezzel azért se szokott annyira foglalkozni a szabvány, mert hogy a rádiós jellegéből adódóan ez mindig működni fog, tehát amíg a frekvenciát tudod zavarni, addig gyakorlatilag a rádión tudsz denial of service-t létrehozni. Volt két nagyon érdekes sérülékenység, amely mind a kettő ahhoz kötődik, hogy hogyan működik pontosan a titkosítás a rádiós interfészen. Ehhez meg kell értenünk először egy pillanat alatt a XOR műveletet, bár ki az, aki ismeri a XOR műveletet és tudja a tulajdonságait? Nagyszerű, akkor ezzel nem kell. És hogy azt is tudjátok, hogyha mondjuk van egy hosszú adatfolyamod, és elkezdesz egy blokktitkosítóval folyamatosan titkosítani blokkokat, akkor kapsz egy másik hosszú adatfolyamot, és ezt ugye össze tudod szorolni, és akkor rögtön megkapod a titkosított ciphertextet. Okay. Ebből is már bólogatást látok. Pont ugyanezt történik, tehát hogy nyilván az várható volt, hogy itt adatfolyamot fogunk titkosítani, biztos, hogy nem fogjuk paddingelni, mert ki fogja arra költeni a drága rádiós hozzáférésünket, hogy padding byte-okat küldözgetünk át, tehát hogy nyilván csak addig használjuk, ameddig kell. Na most akkor ebből jön a két probléma. Mondtuk, hogy nincs integritásvédelem. Ki az, aki össze tudja már ezt rögtön rakni, hogyha nincs integritásvédelem, és keystream-mel titkosítunk, akkor lehetséges-e át tudjuk billengetni a byte-okat, ugye? Ha tudom, hol kell billenteni a byte-okat, vagy tudom mondjuk a tartalmát üzenetnek, akkor tudok okosságot csinálni. Mi volt az? Így van, pontosan. Így van. Ha a támadó ismeri üzenet tartalmának egy részét, mert mondjuk egy DNS kérésről van szó, ugye a DNS az ebből a szempontból nagyon könnyű, hiszen a szolgáltató határozza meg a DNS szervert, amit használnod kell, tehát gyakorlatilag a támadónak elég csak fölépnie a megtámadott szolgáltatóhoz, és rögtön látja, hogy hova, mi lesz a DNS szerver IP címe, és tudja, hogy csomagon belül meg tudja ezt találni, ezeket a byte-okat, ezt a 4 byte-ot, ha mondjuk IPv4, akkor át tudja őket billenteni a saját DNS szerverére, anélkül, hogy a probléma lenne, ez hogy működik,
tudom, mi a titkosítatlan szöveg, tudom, mi a titkosított, mert elkaptam a levegőben, összegszorolom, azzal megkapom az úgynevezett keystream-et, vagyis a kulcsfolyamat, amivel titkosítani lehet, és gyakorlatilag visszatitkosítom a saját értékemet, és beillesztem oda a csomagon belülre, készen vagyok vele, és onnantól kezdve a DNS kérés hozzám fog érkezni. Na most ebben nem is az volt a nagy truvály, hogy ezre rájött a kutató, hogy ez megvalósítható az LTE-ben, hanem az, hogy már amikor megcsinálta 2016-7 körül, inkább 7-8 körül, akkor már léteztek olyan open source elérhető programok, amivel LTE bázisállomásokat lehetett csinálni, tehát ő gyakorlatilag ezt élőbe tudta demózni. És ez volt a sokkal nagyobb probléma, ettől ilyet meg inkább az industry, mert nagyon sokszor volt már, hogy valaki eljött egy előméleti támadással, de mindig lesöpörték azzal, hogy de nem demózható, tehát nem érdekes, de ezt demózni tudta. Úgyhogy elindult a gondolkodás, hogy akkor lehet, hogy jó lenne az 5G-ben ezt megoldani. A gyártók amúgy már éppen ott tartottak, hogy jóvá tudták volna hagyatni, hogy egyáltalán ne kelljen az 5G-ben integritásvédelem, és akkor elindult ez a nyomás visszafelé. Ahogy mondtam, szabványoknál a nyomás ellennyomás stb. Zajlik, és szerencsésen mondhatom, hogy az 5G-ben aztán sikerült ezt betenni. Valamint volt egy implementációs probléma egy bizonyos országból származó bázisállomásoknál. Ez egy elég nagy ország, és érdekes módon mindegyikben, ami abban az országban származott, benne volt, de mindegyikben, ami nem onnan származott, nem volt benne. Tehát itt egy ilyen forráskód megosztásra gyanakvás is fölmerülhet, ugye? Meg hát, hogy a szabvány elolvasása nem mindenkinek sikerült. Gyakorlatilag ez egy érdekes szenárió, nagyon vékony a szelet, de érdekes. Tehát úgy néz ki a történet, lezajlik egy valós telefonhívás LTE-n. Ugye mondanom senki, hogy LTE-n semmilyen védelem nincsen a beszéden, csak opcionális titkosítás, tehát semmi más, magasabb szintről sem, tehát hogy ennyi. Az egy teljesen külön rádiós csatornán zajlik, hogy elvileg kapjon prioritást, de nem szokott kapni prioritást amúgy. Lényeg, hogy lezajlik egy valós telefonhívás, amit fölvesz a támadó titokban a rádióforgalomból, majd amikor vége a hívásnak, gyorsan fölhívja a támadó és az áldozatot, és itt a gyorsaság volt a kulcs, azt hiszem egy ilyen 10-20 másodperces időablaka volt körülbelül, ekkor a hibás bázisállomás véletlenül ugyanazt a kulcsot fogja használni a támadóval való telefonbeszélgetésre is, mint az előzőre használta. Itt több bemenő paraméter van, ami ezt megakadályozná, nekik sikerült az összeset végül egyformára kiválasztani, és ez megbízhatóan ugyanúgy történt, tehát hogy ezt fixen tudtuk, hogy ez a bázisállomás ezt tudni fogja ezt. És gyakorlatilag innentől kezdve ugye a támadónak van egy olyan nehézsége, hogy addig kell életben tartani a vonalat az áldozattal, amíg olyan hosszú nem lesz az összegyűjtött adatfolyam, mint az eredeti hívás volt. Ez az, ami mondjuk további limitációt ad azon kívül, hogy időben meg helyben ott kell lenni. De ha ez is adott, akkor ugye gyakorlatilag neki van egy olyanja, hogy ő beküldött titkosított, ő tudja, mit küldött be hanganyagot, azt látta a rádión titkosítottan is megérkezni, újra össze tudja őket szorolni, megkapta a kulcsfolyamot, és utána az elsőként fölvett hívást szintén ki tudja titkosítani. Ezt hívták Revolté-nak. Erről is van tök jó demo amúgy a kutatónak a honlapján. És akkor, ha tovább lépünk a rádióról, akkor látunk egy cellát, és hát ezt szerintem sokan fölismerik, mert ezt nagyon sokan látni. Kvizek, ez mi? Tudja valaki, hogy ez mi? Ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez. Igen, antennák. Mondjuk egyszerűbb. Tehát nekünk, akik még földi vannak, mondjuk antennák. Jó. Ő a kerek. Na, mikro. Na, ez lesz jó, azt mindenki tudta már. Na, és akkor mik ezek a kis dobozok? Na, ez az igazi jó kérdés, mi? Itt van egy kis doboz amúgy, ott. Ezek a kis dobozok, ezek azt csinálják, hogy ide optikai kábel megy föl, nem részkoax, hanem optikai kábel, amin digitálisan küldjük a rádióhullámot. Gyakorlatilag mintavételeztük a rádióhullámot, úgy, mint a Software Defined Radio is csinálja, tehát egy komplex számként ábrázoljuk nagyon-nagyon sűrű mintavételezéssel a rádióhullámot, ami fölmegy ebbe a kis dobozba, és ebből a kis dobozból megy be aztán koax kábelen keresztül az antennába. Ez a kis doboz, ez amúgy így néz ki, ez az alsó az, nem akarom megemelni, mert rohadt nehéz, mert meg lehet nézni a végén. Ennek nincs más feladata, mint hogy a beérkező optikai, digitális, optikán kábelen beérkező digitális jelekből előállítsa az analóg rádió hullámot. Megkérdezzétek, miért van erre szükség, minek ez a komplexitás, minek felrakni ezt a 10 kilós cuccot oda a torony tetejére. Tessék? Hát villámvédelemben is gondot okozhatom, úgyhogy ott fönn van, de amúgy ez is egy ötlet.
Mondjuk ez is igaz, lefelé nem megy az optikai kábelen a villám, de ami igazán fontos, az, hogy ezeken a vastag részkábeleken, ami föl kellene menni az antennához, egyszerűen akkora a jelveszteség, hogy nincs értelme, főleg, hogyha nagyon messze van a kis szekrény, nincs értelme felküldeni a torony tetejére, ezért minden torony tetejé, minden egyes antennához fog tartozni egy ilyen kis doboz, vagy már be van építve az antennába. Mert nézzétek, a doboz egyik oldalán SFP, másik oldalán pedig azok a rohadt vastag antenna portok mennek ki. Ami érdekes volt nekem abban a szempontból, hogy már itt digitálisan megy a dolog, tehát ha lenne egy nagyon erős, mondjuk jó képességű gépem, amivel Software Defined Radio-t tudok futtatni, gyakorlatilag ugyanúgy mennek itt a minták a rádió hullámból, ugyanúgy tudnám én is értelmezni, hogyha szeretném. De mondjuk ez azért egy eléggé masszív adatmennyiség, tehát itt szektoronként azt hiszem 4G-ben olyan 3-4 gigabitről van szó, és minden legalább három szektor van, 120 fokonként vannak a szektorok, és úgy hárommal tudják lefedni, tehát hogy itt nagyon masszív mennyiség alatt van. Ezért az egyik legnagyobb felhasználója a nagy teljesítményű SFP-knek, meg ilyeneknek az a telkó amúgy ilyen célokra. Alul pedig van az agy, ami gyakorlatilag itt egy tonnányi kártya van, itt van az elem benne, ez így néz ki, ha kinyitod. Nekünk van egy rakat ilyen projektünk, hogy fizikai security-val kombinálva be tudunk-e törni, és ha be tudtunk törni, akkor mit lehet innen elérni. Ugye, hát mi az, ami érdekes egy bázis állomásban? Nyilván az egyik az, amelyik az a rész, ami bemegy a gerinchálózatba, hogyha ott mondjuk nincsen IP-szek, már pedig van, ahol nincs IP-szek, akkor ott plaintextben megy minden, és lehet beszélgetni a gerinchálózati eszközökkel, meg az összes adatforgalom, amit ugye a user küld, mert ugye itt terminálódik amúgy a rádiós titkosítás, tehát innentől kezdve az operátor felelőssége, hogy ha alkalmaz IP-szeket vagy sem a gerinchálózati irányba. Ha azt mondja, hogy szerintem megbízható vonal, akkor nem kell. Illetve azok, hogy gerincházat be lehet törni, nyilván a szokásos lokális hardening problémák fölmerülnek, mint default password, default user, meg ilyenek, és ugye belépsz a bázisállomásba, és onnantól kezdve másik bázisállomásra tovább menni esetleg. Tehát általában már, ha egyszer bent vagy egy nódon, akkor innen tovább terjedni elég egyszerű, úgyhogy ezért jól szokták fizikai biztonságban megoldani ezeket, mondjuk le van lakatolva. Hát, igen. Meg van egy nyitásérzékelő is néha. A gerinchálózattal kapcsolatban csak sztorizni szeretnék, mert szerintem ez az, ami érdekes, mert Darknet Diaries-ben is le volt fedve. 2004-2005-ben sajnálatos módon egy hirtelen öngyilkosság történt az egyik mobiloperátornál Görögországban, ugyanis megérkezett az amerikai titkosszolgálat, hogy segítsen biztosítani az olimpiának a biztonságát, és ennek kapcsán a görög Vodafone-nál beszereltek pár eszközt, amelyeket elvileg teljes mértékben leszereltek, azonban hónapokkal később egy anomália vizsgálata közben észrevették egy olyan magas szintű, különleges, Ericsson-specifikus programnyelven írt malware-t, amelynek az volt a feladata, hogy az Ericsson által készített szoftver, amivel lehet a rendőrségi lehallgatásokat kibekapcsolgatni, annak a funkcionalitását reimplementálta, és tudta direktben szólongatni azt a rendszert, amely erre volt hivatott. Ugye ez ketté van válasz, van egy kontrollrendszer, és van ugye maga a tapping, ami zajlik bent a hálózatban, ott, ahol megy az adat. Érdekes módon ez a szoftver ott volt, és lehallgatta többek között a görög miniszterelnök feleségét is, és abban a pillanatban, hogy ez meg lett találva, nem sokkal később a kedves mérnök kolléga meghalt. Hát ugye ezt akartam mondani, hogy a telkónak ez a része egy eléggé szomorú, meg eléggé csúnya, tehát ahol a szolgálatok beleavatkoznak a dolgokba, ott sajnos nagyon sokszor látunk ilyeneket, hogy emberek élete mondjuk veszélybe kerül, vagy akár meg is szűnik. Én azt gondolom, hogy ez egy érdemes, hogy meghallgatni a Darknet Diaries epizódot, nagyon részletesen elmeséli az ügyet. Fel akartam villantani, hogy nem csak móka és kacagás sajnos a telkóban élni, mert ott ilyen is előfordulhat. 2016 és 2021 között pedig több mint 5 éven keresztül egy nagy valószínűséggel kínai csoport Lightbasing művelet keretében olyan implanteket helyezett el, amelyek érdekes módon mobilhálózati protokollokon kommunikáltak. Tehát olyan protokollokat használtak a kommunikációra csak és kizárólag, meg az adat kiküldésére is, amely ott azon a nódon jogos volt a mobilhálózatba. Tehát például ezt a GTP nevezett GPRS Tunneling Protocol, ahol ami a felhasználói adatoknak az enkapszulációját végzi, gyakorlatilag ezen keresztül, ha végeztek adatexfiltrációt, meg ezen keresztül irányították a rendszer távolról, ami azért is volt érdekes, mert emiatt aztán a büdös életben nem találták volna meg őket, ha csak
valamilyen oknál fogva mégis megtalálták őket, most már nem emlékszem, mi volt a pontos sztori, de érdemes ennek utána nézni, a CrowdStrike írt róla egy szép hosszabbat. Roaming. Miért rossz nekünk a roaming? Nem rossz nekünk a roaming, szeretjük a roamingot, mert ha kimegyünk külföldre is működik, de azt látni kell, hogy a roaming hálózat az tényleg a telkónak a legutolsó ilyen bástyája, ami 80-as években ragadt. Tehát ez úgy kell érteni, hogy itt aztán ez egy internettől elválasztott publikus IP szegmens, ahol beszélgethetnek egymással a különböző eszközök. A 2G roaming az továbbra is él és virul, hiszen a 2G hálózatok élnek és virulnak. Mi a 2G roaming lényege? Teljesen flat a hálózat, mindenki mindenkivel beszélhet, teljesen mindenféle korlátozás nélkül. Tehát nem úgy működik, hogy mondjuk, ha én szeretnék mondjuk kulcsokat kérni a te hálózatodtól, hogy te most milyen kulcsokkal vagy éppen titkosítva a mobil hálózatodon, akkor nem úgy működik, hogy én elmegyek mondjuk valami proxyhoz, aki megnézi, hogy ez jogos kérés, hanem én direkt be megszólítom a te ügyfél vagy előfizetői adatbázisodat, hogy légy, adjál már egy autentikációs kulcsot, és akkor ő ad nekem egyet. Mindez természetesen IP-ben kapszulált, de amúgy meg még négy másik protokollon keresztül vitt, és az egésznek a routingja a telefonszámok alapján működik, mert hát ugye ez nem az IP hálózatra volt még kitalálva, ez a 80-as évek, és ASN1-ben van kódolva ez is, ez az SS7 hálózat amúgy, ami, ahogy mondtam, nem csak ezzel foglalkozik, hanem a sima vezetékes hívások kapcsolását is végzi, de azon belül a mobilos hívások, azok egy külön protokollon, de ugyanazon a hálózaton zajlanak. Tehát itt a biztonsági szint az tényleg nulla. Most őszintén kell mondani, hogy abból mi jól meg tudunk élni, hogy leültünk és fölgyűrtük az ujjunkat, és találtunk library-ket, amikkel ezeket a exotikus protokollokat implementálni lehet, és gyakorlatilag csak annyi, hogy elkezdjük lövöldözni ezeket üzeneteket bizonyos mobil szolgáltatókra, akik megbíznak minket ezzel, szinte mindig van valamilyen találat, és egy része egyszerűen nem is orvosolható azon egyszerű oknál fogva, hogy a hálózat funkcionalitásához kell, de ugyanakkor nincs semmi opció arra, hogy hogyan lehet mitigálni. Vannak ötletek, például olyan ötletek vannak, figyeljétek mekkora ötlet, ha a felhasználóm most jelentkezett be Németország egyik cellájából, akkor ha 5 perccel később mondjuk egy Virgin Island, vagy valami nagyon messzi kis szigetről érkezik egy kérés, hogy itt ez a előfizető, és szeretne neki szolgáltatást adni, adjál kulcsot, akkor elgondolkozik a hálózat, és azt mondja, hogy lehet, hogy 5 perc alatt nem utazott ekkorát ez a felhasználó, úgyhogy lehet, hogy ezt most letiltom ezt a kérést. Itt tartunk körül, tehát ilyen, ezeket tudjuk csinálni, ez az összlehetőség, amivel lehet csinálni. És természetesen a protokollokból mi következik? Ha ügyesen kódolod az üzenetedet, akkor végtelen ciklusba kerülhetnek a nódok, például a Telenor így járt 2016-ban, nem lehetett semmit se kezdeni, amíg küldte a támadó, addig végtelen ciklusba haldokolt az egész hálózat. Még ügyesebben kódolt üzenetet egyik ismerős, nála akkor buffer overflow volt, tehát hogy gyakorlatilag akkor remote code execution egy darab üzenettel a roaming hálózat irányából. Köszönjük szépen, ismételten. A 4G roaming pont ugyanannyira biztonságos, mint a 2G roaming, de már folyik a munka legalább javítására, hogy utólag belepecselve, hogy mégiscsak tanúsítványokat kéne használni. Konkrétan ez a gondolat merült most fel, hogy akkor ezzel kéne foglalkozni. Ugye a protokollról már beszéltünk, hogy egy kicsit jobb, és már annyi van, hogy legalább a hálózat célén elhelyezhetsz elemeket, amik elvileg megakadályozzák, hogy direktbe a hálózatodon belüli nódokat szólítson meg a távoli fél, de ez nem kötelező természetesen. 5G roaming az a legjobb, mert persze 5G standalone roaming, fontos megjegyezni, mert tök jó szabvány sikerült írni, nagyon jó, és utána most az iparágban van egy csomó szereplő, akikről beszéltem, akik szeretnek ráülni erre a linkre, és ott adatot bányászni, és azok úgy bele vannak feszülve, hogy ők ezt nem akarják átengedni, hogy jelenleg még mindig nincsen döntés arra, hogy az 5G roaming az teljesen biztonságos lesz-e, és tényleg jól meg lesz csinálva, vagy pedig továbbra is lesz valami kiskapu benne, mert sajnos erre is látunk potenciált, ahogy haladnak a beszélgetések. Telkóban minden beszélgetés. Nem beszéltünk róla, de egy operátornál mindennapos, a customer care, appok, social engineering, webportálok, SIM swapping, eSIM swapping, számlázási csalás, számlázás elkerülés, ingyen szolgáltatás, több szolgáltatás, ingyen megszerzett szolgáltatás eladása. És ez olyan komolyan zajlik, hogy tényleg volt afrikai operátor, elmesélte, hogy kompletten
úgy bemásztak admin gépre, és nem érdekelte őket a telco admin gépen semmi, csak azt, hogy mentek tovább a számlázásra rögtön, már is csináltak 15 darab SIM-kártyát, nem tudom, végtelen mennyiségű kredittel, és azt elkezdték ilyen kis strómanokon keresztül eladogatni egy pillanat alatt. Egy hétvége alatt csináltak jó pár ezer dollár, és így néztek mindenki, úristen, és bement. De rendes izével, tehát, hogy Cobalt Strike, stb. Tehát klasszik IT támadás, csak a végcél az nem az volt, hogy hogy akkor megvan a domain control, vagy valami, hanem akkor rögtön tovább a számlázásba, és rögtön egyszerű pénzkereseti mód. Tehát, a telco egy mély üreg, de nélküle nem tudunk ma létezni. Sokan dolgozunk rajta, hogy biztonságos legyen, de van a dolog, amit nem tudunk kikerülni. Érdekek, ellenérdekek, politika, titkos szolgálatok, technikai korlátok, legacy, burden a hátunkon, és az, hogy a szolgáltatás elsődleges, meg az, hogy nem tudok gépelni, mert látom, hogy elgépeltem ezt is. A telkósok mindig is külön protokollokra fognak járni, biztos, hogy neki fog derülni, hogy a HTTP2-t is, meg a JSON-t is sikerült úgy implementálnunk, hogy nem teljesen ugyanaz, mint mindenhol máshol a világon, mert nekünk külön úton kell járnunk, de közelítünk azért a hétköznapi IT-hoz, tehát a remény megvan arra, hogy egyszer rá egymás segítve mindkettőnk világa biztonságosabbá tehető. Köszönöm szépen, ennyit szerettem elmondani, és kérdésekre megnyitom a lehetőséget. Lőjük le a recordingot.